In the middle of the night, I was walking in Memphis. Wow. Elnézést kérek, akik a gitárszóló szeretnék volna hallgatni, de gitárszóló is két, volt. Két tanult barátom bele dudolt. Most volt a tapsos rész, nem? Belső ritmusuk van. Srácok, lányok, kezdünk. Mi vagyunk a Hotel Végtelen, ti pedig a hallgatók. Ám már megpróbálja vére a nyakára rátekerni a mikrofonzsinót. És ezzel félig be is mutatkoztunk. Kis Kálmán. Kis Kálmán. Sziasztok, MG. Hi. Ja, aki nézi a webkamerát, az látja, hogy valami van a kezemben. Hú, valami. Ha már webkamera, akkor radioq.hu. Ha már legyen. Kitalálhattátok, hogy a Rádió Q-t hallgatjátok a 99,5-ös MHz-en, és a Hotel Végtelen kezdi meg szokásos kedv esti műsor folyamát. Ez egy vicces műsor, és azért az, mert azért vicces, mert annyira bénák vagyunk, hogy ilyen szánalmas, és mindenki röhög rajtunk. Elmondanám, hogy vásároltam nemrég egy új kést. Class, van nálam egy golyó, meg egy spárga. Class Messer típusú, és Szentendrén egy nagyon derék most iparos ember kifente. Az nem Messer, hanem Messa. Massa. Nem igazi egy éjszaka, ha nincs kivel vitatkozni, ki melyik oldalon alszik. Hotel Végtelen. MG, Kálmán és Viora rendhagyó társkereső műsora. Minden kedden este 10-től éjfélig. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Most kezdődik a Hotel Végtelen. A Rádió Q-t hallgatjátok a 99,5-ös MHz-en, és ez az a műsor, amit hárman vezetünk. Én és a többiek egy gyors bemutatkozást kérnék. Hát ez már megtörtént-e? Mindegy, hát van, aki onnantól datálja a műsor kezdetét, amikor a szignál elhangzik. Én, tudod? Kis Kálmán. Többiek. Hoppá, akkor négyen vagyunk. Egy poén, az nem azért volt, csak egy adásban süssük el, ezt jegyezzétek meg, hogy ilyen kollegiális jó tanácsot elfogadtok tőlünk. Használjuk. No, szokásos adás elején elmondandó dolgaink következnek most. A legfontosabb, hogy van egy honlapunk, ez a hotelvégtelen.hu, tessék látogatni, rengeteg teljes letölthető adás, és a többi érdemes nézegetni. Van egy blogunk is, ez a kultrajz.blog.hu. Hogyha valaki nem tudná, hogy mi ez a kultrajzok vicces, szerintünk vicces, megrajzfilmesített adás részleteink. Ez egy ilyen modern műfaj, amit mi teremtettünk. Mi a vicc benne, a megfilmesítés maga, vagy maga az adás része? Szerintem mind a kettő vicces. Ja. Csak én gondolom így, de remélem, hogy lesz. Tehát mondjuk, ha egy ilyen színuszos hullámmal, egy görbével leírjuk a rajznak a viccességét, meg a műsor viccességét, akkor van olyan, ahol összetalálkoznak az amplitúdok, és ott többször interferálnak, tehát nullára esik vissza, de ez ritka. Mondjuk igen, nem matematikai olyan, műsor, de az amplitúdot nem így mondjuk valójában. Empty to die. Na, to die. Empty today. Today. Rajta vagyunk a Facebookon is, tessék rákeresni arra, hogy Hotel Végtelen, és tessék lájkolgatni, tetszikelgetni minket, muszáj, hogy minél többen tegyétek ezt. Ha esetleg majd nem adásban mondjuk, akkor azért tudjátok velünk tartani a kapcsolatot. Mi lesz ma a témánk, Gábor? A technikáról fogunk beszélni. A technika ördöge. A modern technikáról. Hogy ez kérdezhetnétek joggal, hogy mi köze ennek az emberi kapcsolatokhoz? Rengeteg. Nagyon sok. Rengeteg. Tehát egész mások az emberi kapcsolatok minőségben, mennyiségben, és egyáltalán az, hogy felgyorsult ma így az emberi kapcsolat megtervezése, meg létrejötte, meg szakítások, tehát az egész folyamat, ami régen egy udvarlás, egy házasodás, és mint tudom én, 20 év múlva egy válással végződött, ez ma le tud menni 2 év alatt, simán. És ez jó vagy rossz? Hát, én nem vagy Gábor, relatív. Gábor, mondjuk te több mindent láttál már az életből, mint mi ketten összességében a mi órában, de azt gondolom, hogy tényleg emiatt neked van egy ilyen tapasztalatod, ez valóban így van, hogy gyorsabb lett minden. Sokkal. Tehát sokkal. Attól, hogy például vannak ilyen szexpartner keresők, régen ilyen nem volt. Biztos, nem tudom. De komolyan, tehát régen hogy oldottatok meg egy ilyet? Tehát amikor nézd, régen én voltam a szexpartner kereső. Tehát de amikor csak csálni akartál, hát akkor... Hát persze, az volt a szexpartner keresés. De ez nem volt olyan hatékony, mint most, ez amikor fölmész, volt. És... Igen, de volt annyira hatékony, figyelj, mint most. Most fölmegyek, találok 50-et, akik hajlandóak lennének, mondjuk, ha tennék ilyet. És ebből kettő Svájcban van. És ülök otthon, és azt mondom, de jó, 50-en hajlandóak lennének. Régen csak maximum egyet találtam, de ez meg is csinálta. Hát most akkor mi a jobb? De hát akkor régen jobb volt? Hát nekem jobb. Persze mindennek vannak előnyei. Na nézzük, akkor, hogy... Na majd elmondod, hogy te hogyan profitáltál ettől függetlenül. Szedd össze, addig nézzük az adás előtt érkezett üzeneteket. SMS számunkat mondom, hogy valaki nem tudna. 70-es, 70-60, 995.
illetve a hotelvégtelen.hu-n keresztül is lehet nekünk írogatni, mint ahogy a Facebookon is. Mi most a hotelvégtelenes üzenetekkel kezdjük, és onnan fogunk szemezgetni. Tekile azt írta, hogy nem is jó neten ismerkedni, az ember azt hazudja magáról, amit akar, és a képeit is úgy alakítja át, ahogy éppen kedve van. Oké, de hát előbb-utóbb, hogyha találkoztak, akkor tök mindegy, hogy hogyan alakítgatod a képeidet, nem? Hát nézd, túlzottan azért, hogy rájöttem, hogy szokták mondani, hogy a neten rengeteget lehet hazudni. Hát nem igaz. Hát beteszed a képet, hát maximum egy túl jó képet teszel be, és a valóságban nem vagy. Túl jó képet? Minek rakni? Túl jó képet, hogy azt higgyék, hogy én vagyok a Metallica basszus gitárosa. Az túl jó, te szerencsétlen ember. Magyarul túl jó. És valójában mit írsz magadról egy pár paramétert, meg mindenféle dolgokat. Szakállas vagyok, hosszú vagyok. Összetalálkoztak, és kiderül, hogy a fele nem igaz. De ezt az első randin is tudsz hazudni, és a harmadikon derül ki, hogy a fele nem igaz. Tehát gyakorlatilag a képen kívül sok minden nem tudsz hazudni a neten. Hát világos, de azért elképzelhető, hogy tudod úgy terelgetni a dolgokat, hogy mondjuk direkt a kevésbé előnyös képeket rakod ki magadról, hogy egyfajta pozitív meglepetés érje a másokat a randi, ha esetleg így eljön. Hát ha valaki annyira hülye, ez még egy rossz. Hát, mert ha úgy nézek ki, mint Woody Allen, akkor biztos el fog jönni. De és ez hülye, aki egy ilyen... ne hülyes. Nézd, eleve, aki nem a saját képét teszi ki, az már egy elég saját, érdekes. Csak előnytelen. Klotyonnyög, vagy mi? Nem, hát vannak hát rólad is jó fotók, és vannak rólad is rossz fotók. Amikor mondjuk akció közben futsz, és akkor úgy vagy lekapva, nézhetsz ki hülyén is, és akkor ezt rakod futás ki. Közben lesz már olyan valaki a gálom. Vaddisznó. Ki lehetne tenni, de nem látom értelmét. Figyelj, most mondok valamit. No. Igazából nem csak a képben lehet hamisítani, hanem akár tulajdonságokban is. Tehát, hogyha te amúgy egy agresszív és idegeskedő ember vagy, akkor te le tudod írni magadról, hogy szelíd vagy. Te tudod ezt a rossz tulajdonságot, és mondjuk agresszíven leírod, hogy szelíd vagy. Szétverd a klaviatúrát. Szelíd vagyok, vazd! Nem klaviatúrának mondjuk, csak tasztatúra. Tasztatúra? Tasztatúra, hogy a fiatalok is értsék. Billentyűzetnek is mondhatjuk. Miért tasztatúra a neve? Hát mit tudom én? De most komolyan, ezt én soha nem értettem. Hát érted, tasztatúra. Többet kell magyaráznom. Tasztatúra. Hát közben itt breaking news van, többen megírják, hogy a webkamerát legyünk kedvesek kikapcsolni, mert a neten szaggat az adás. Köszönjük, hogy ennyien néztek minket. Engem az nem tetszik, hogy instrukciókat adogatnak nekünk, tehát ilyen csicskásnak használnak minket. Azért, mert mi tudjuk, hogy miről van szó, és bemondtuk egyszer, hogy amikor szaggat az adás, akkor ez a webkamera miatt van. Na de gyerekek, hát azt kérik, a profizmus az profizmus. Tralala! Üzenetek következnek. A nyúlfesseki a tojásotok húsvétre nem az új technikával van a gond, hanem a melléadott használatival, mert a semmire nem jó. Például most kapott kütyümhöz van 4 darab színes gomb, az van írva több funkciós gombok, leírás több funkcióra használható, de hogy mire az nem, és ha megnyomod, nem ír ki semmit, de legalább szép színe van, sok ilyen van. Hát ez valamilyen céleszköz lehet, valamilyen technikai szerkezet, amit esetleg hiányos a felszerelése, vagy a használt utasítás hozzá, de ez magát a modern technikát még nem minősíti, tehát ezzel nincs gond. De nyom már ki! Nem tudom kinyomni, ezt nem ismerem ezt a telefont. Hát de fogd meg, és tart nyomva a piros gombot. Már hallgat, nincs rajta piros gomb. Ezt csak fölvenni lehet. Sziasztok, sajnos nem találtam a hotelvégtelen.hu lévő SMS-eket, amit kiválogattatok. Elképzelhető, hogy még nem raktátok fel a honlapra. Üdv Ákos. Ákos, nem kell mindent készpénznek venni, mint a Gábor mond. Ez egy jó tanácsként. Nem, az igazság, hogy ez fönt lesz, csak azért időkérdése, mert gyűlölünk dolgozni. Igen. Nagyon rüheljük a munkát. Hát meg kell találni az azért informatikust. Vagyunk, igen, azért vagyunk itt a médiában. Azért vagyunk rádiósok. Mert nem szeretünk dolgozni. Nekünk büdös a meló. Hát nem, avas. Szóval minden. Igen. Tehát mi csak itt dumálgatunk, aztán várjuk a csodát. Halott mennyasszony üzenetek következik. Akit lehet szivatni, annak mindegy, hogy netem vagy a való életben teszik meg ezt vele. Nekem nem jött be a netes ismerkedés, mert túl naív vagyok hozzá, illetve amikor kiderül, hogy igaz minden szó a srác részéről, szimplán nem hiszem el, hogy ezt, bocs, őt hogy sikerült megszerezni. Egyébként én imádom és igyekszem kihasználni a modern technikát, pillanatnyilag a Deákon ülök és telóról írok. Szóval a modern technika alatt, szegény Deák, meg hogy aki azt mondja, hogy szereti a modern technikát, meg igyekszik. Ott ül a Deákon és írogat. A fejéről telóval. Az gyakorlatilag lusta. Tehát és most nem pejoratív értem a lustát, hanem azt jelenti, hogy a modern technika számomra legalábbis csak annyit jelent, hogy
egy csomó olyasmit, amit esetleg fáradtságosan utazással, vagy egyéb nem igaz. Emberi dolgokkal kellett elintézni, azt már lehet egy gomnyomással. Vegyél egy nagyon gyors evolúciós áttekintést kínálok neked technikai szempontból. Amikor volt az ősember, igen, akkor így integettek egymásnak. Uh-huh. Tehát így kommunikáltak, jeleztek. Aztán később megtanultak írni, feltalálták a papírt, és akkor levelet küldtek. Uh-huh. Majd nagyon sok idő eltelt ebben a csökevényes állapotban, és feltalálták a telegráfot. Igen. Amikor most nem menjünk már végig, Kálmán, a mikrocsipig, amikor... akik ugyan nem amikor... De most kezd érdekes lehetett, lenni. Lehetett morzajeleket küldeni, bementél a postára, föladtál egy sürgönyt, küldj pénzt most, vagy stop. De lényeg, a lukagy kivalama van. Aztán később feltaláltak még különféle technikai eszközöket, és most itt tartunk, hogy lehet SMS-t küldeni, meg e-mailt küldeni. Tehát tulajdonképpen mi változott az integetés óta? A sebesség, nem kell a kezelőt sem megemelni. A sebesség, ennyi. De ez történt, nem vagy lustább, Kámán, vagy az ősember ugye kevésbé lustább. Ugye jól látott, de integetni csak akkor tudtak egymásnak, a szem látótávolságban voltak. Igen. Levéllel azért nem úgy szokták egymásnak levelezni. Igen, tehát azt mondom, hogy ez, amit most úgy gondolunk, hogy jaj, hogy megváltozott a világ, mert e-mail, meg SMS, tök mindegy, mert már év ezredek óta az emberek úgy üzengettek egymásnak, hogy nem látták egymást. Volt, hogy évekig nem látták egymást, és mégis üzengettek egymásnak. Na, és de akkor most már mi úgy van? Is üzengetnek, hogy soha az életben nem látták egymást, és nem is fogják. Na, és akkor mi van? Semmi. Értelmetlennek tartom, de végül is nem rossz. Na, nézzünk Facebookos üzeneteket is, Hotel Végtelen, tessék rákeresni. Ott írta nekünk Banok, hogy az internet akkora telep, hogy azt nem lehet elmondani. Például a leendő kiszemeltet le lehet csekkolni a közösségi oldalakon. Ez nagy handicap a 20 évvel ezelőttiekhez képest. Pusztán a varázsa vészel a dolognak, hogy valakit megismersz, és de mindegy, nem megy bele. Nem, de Gábor, attól még nem ismersz meg valakit igazán, hogy a neten fölkelti az érdeklődéset. Tehát ez csak egy fórum, ez egy csak egy előzménye. Igen, ez csak előzetes. Egy terep. Ismeritek ez csak az egy érzést, pálya. Hogy mész az utcán, és meglátsz valakit, és oda mész hozzá, vagy esetleg mész utána, és összejön? Nem. Hát ebben bíztam. Ebben gondoltam, hogy nem. És akkor mi van? Egész más. És ismered ezt az érzést, Gábor, amikor összejön egyáltalán valami zene? A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. Itt vagyunk ismételten veletek, SMS-ekkel folytatjuk, illetve egyéb üzenetekkel. A mai műsorunk témája az, hogy modern technika. Vali a következőt írta. A modern technika kaput nyit a világra, lásd, benneteket is megismerhetünk, viszont a sok szemét közül meg kell tudni különböztetni a valódi kincseket. Aki nem látja be, hogy ez a technika jót is hozhat magával, és leragad a múltban, az menthetetlenül lemarad. Hát az, hogy hozhat jókat, természetesen, hogy minden jó, mert a technikának mindenféle ága arra készült végül, hogy az ember életét könnyebbé tegye. De vegyünk egy eklatáns példát. Na, eklatáljunk. Kérdezhetnétek, hogy mit? Na? Kérdezhetnénk, hogy mit jelent ez az eklatás, de nem kérdezzük, mert tudjuk. Ezelőtt mondjuk x évvel elindult az ember, megbeszélte otthonról, asztali telefonnal. Egyszer x vagy kétszer x? Kétszer. Háromszor. Mm-hmm. Asztali telefonnal megbeszélte egy nővel, vagy egy fiúval, teljesen mindegy, hogy mivel, hogy kivel, hogy találkozunk a Blahán. Mondjuk 6 órakor. Elindult az ember 17:30 otthonról. De és nem tisztázták, hogy melyik városban. Teljesen mindegy, elindult az ember otthonról, és hát oda kellett menni, és ott volt a másik, és meg késett egy pár percet, és akkor meg volt a randi. Aztán ott megmondhatta, hogy nem érek rá, meg ne haragudj, meg nem így terveztem. Ma mi van? Megbeszéltek a randit, vagy bármit. Van? 2 perc múlva eszedbe jut, és az illető már elindult, de tök mindegy, mert mobilon utaléred, és lemondod, és akkor meg lefordul az autóval, és hazamegy, vagy teljesen mindegy. Elódalog. Elvész a presztízse annak a dolognak. Tehát nincs fixálható, megbeszélhető dolog, mindent le lehet mondani. De mondd meg, hogy mi az, ami szerinted elveszett ezzel? Tehát ami a mobilitással elveszett, mi az? Hát, számomra végül is az veszett el, hogy nincs bizalom. Én nem most tudok bízni senkiben ilyen szempontból. A zene alatt mi erről már beszéltünk, és én éppen felhoztam neked példának, hogy adásban mi együtt szoktunk jönni. De te most pont mielőtt találkoztunk volna, 5 perccel előtte felhívtál, hogy bocs, te most nem jössz, most majd itt találkozunk a rádióban. Na te ezt nem tehetted volna meg, hogyha nincs mobilunk. De miért? Mert ha mielőtt elindultatok 5 perccel, te is otthon voltál, meg én is. Tehát nem házi telefonon is felhívhattalak. Tehát az nem jó, mobil. És ha én már éppen lent vagyok a kocsinál. Akkor már nem tudtam volna mit mondani.
Hoppá. Na, de, hát nem, de ettől még ugyanúgy felhívtál volna, és mondtad volna, hát ne kanyarodjatok be hozzám. De hogyha otthon nem vagy. De hogyha mobilon. Tehát, hogy nem értem, hogy mi az, ami elveszett ezzel annak a varázsa, hogy mi abban, oda megyünk, hogy... és te nem. Maradjunk nem abban. És akkor ennek a varázs, hogy jó, meg konkrétan a párkapcsolatokban nem arra céloztam, mikor együtt jövünk ide hárman. Tehát kicsit más aspektusból néztem. Nem fogom tudni megmagyarázni, és tudom, nekem nem is áll szándékomban. Egyszerűen én úgy érzem, hogy valami emberi vonulat kiesett a technika, és minél nagyobb a technika, annál inkább elvész benne az emberi tényező. Most te arra gondolsz, hogy mondjuk, aki most tanul vezetni, és most fog majd egy pár év múlva egy autót venni, egy modern autót, és az beparkol helyette, meg automata váltani, és ha beül egy régebbibe, akkor már nem fogja tudni azt kezelni, erre gondolsz? Váltó az mű. Például az autó is. Hát most, mikor x idővel ezelőtt, nem tudom hány x-el ezelőtt. Beülsz egy kis poszkébe, és mondod, start! Az emberek elkezdtek vezetni, tanulni, akkor alájuk toltak egy ilyen ótvar lepukkant Moszkvicsot, vagy mit tudom én, Dacia-t, vagy Ladát, és akkor azon vezetgettek. Rángatták a váltót, meg beszartak, olyan kemény volt benyomni a kuplungot. Ma bemegy az ember valami szalomba, és akkor alátesznek egy 20 milliós autót, és akkor azon, tudom én, nem mondom márkát. Érdekes, ez velem még soha nem történt meg. Olyanokban tanul, hogy automata kocsim, meg így egy ujjal lehet pöckölgetni a váltót. Persze, hogy a szerencsétlen azt szokja meg, és azt nincs tudod, is ezzel Amerikában szinte csak automata váltós autók vannak forgalomban. Sőt, én még azt is tudom, hogy aki Magyarországon automata váltós kocsival tanul, az nem vezethet manuális váltói autót. Szerintem. Nem, benne van a jogsíban, majd nézd meg. Bizony. Na, mindjárt megnézzük, csak előtte üzenetek. Beleütik, hogy automata vagy manuál. Rocker Miki azt jelenti, hogy régen, ha felhívtam a barátnőmet telefonon, akkor tudtam, hogy valóban otthon van, most nem biztos, na, bárhol ez a másik. Lehet. Rocker Miki megragadta a lényeget. Fülelni kell. Hát most gondolj bele, felhív valaki. Hát de nagyon egyszerű, megkérdezem, hol vagy? De csak azt fogja mondani, jaj, ne haragudj, nem vagyok otthon. Na, és akkor mi van? Hát mert van, akit úgy hívnak fel, hogy hol vagy. Jaj, itthon ülök. És akkor mi van? Hát mert nem otthon ülsz, tehát tudsz hazudni. A technika hát, jó, akkor nagyon jó, maradj otthon, mert 5 perc múlva ott vagyok. Ennyi, és akkor ő megmondja. Ráadásul most ez azért nem jó példa, mert előbb-utóbb el fognak terjedni az olyan telefonok, amik már kamerások, tehát úgy, hogy te látod, akivel beszélsz. De nem biztos, hogy lát téged. Az lehet, de előbb-utóbb, hogyha ez... Nem lesz kötelező. Nem lesz kötelező, valóban, de hogyha már nem fognak gyártani régebbi típusokat, akkor meg megint átfordult a dolog a másik irányba. Nem hiszem, hogy itt a nyomozgatásra kellene kihegyezni a hangsúlyt. Nem a nyomozgatásra, de van egy hátrány. Egy dologra koncentrálj, nézd meg, hogy az öreg vén fószerek így keresik a kifogásokat. Persze ők használják a legjobban, persze. Meg nagy csajozógépek, érted? Éjjel-nappal a Facebookon lógnak, meg a SMS-eznek, meg minden, de itt szidják a technikát, így mondja, hogy bezzeg régen, milyen jó volt. Hát és nem, közben nem pont azt mondta, hogy jó volt. Nekem nem ki, tetszik ez a nagy rohanás. Így, mint a polip, így elvész a lila ködben. Az a tinta hal. Hát tök minden. Öreg Gicsuhanc üzenete következik. Sziasztok, az indiánok elég jól el voltak a füstjelekkel. Hol volt még akkor a morze? A postagalam még ma is üzemképes, üdv öreg Gicsuhanc. Hát igen, de az indiánokat ma már max a rezervátumban látott, szóval hát azért... Igen. Lehet, hogy mondjuk a modern technikával haladni nem olyan rossz dolog. Hogy a technika haladása valóban megállíthatatlan, és én már unom is, hogy a netről beszélünk, vagy a telefonról, mert a technikának vannak olyan oldalai, amik sokkal jobban érzékelhetően változtatják az embereket. Például vegyük ezeket az úgynevezett... A vibrációs gyűrűre gondolsz? Például a szépségszalonokban vannak ezek a karcsúsító, fogyasztó, meg egyéb ilyen szerkezetek. Ja, hogy nem kell megdolgoznod érte, pontosan, hanem pontosan. A gépek tehát csinál. ma már olyan... De ez nagyon fazont... régi. Hát ezt már ilyen 62-es olasz filmben láttam. Mit? Hát, hogy van ez a gumiszalag, beállod, és 92-es ráza volt. A háját. Ott nem. Ragadtál le, vannak már ennél korszerű módszerek. Na és tehát... ez mit csinál? Ez nem csak jobbra-balra, hanem föl le is rád. Nézd, ha valaki mondjuk egy nő... Valaki, mondjuk egy nő. Felvesz egy hihetetlen jó fazont, és kimegy vele az utcára. Ha ez ezelőtt 30 évvel történt, azt mondták, hogy milyen szépen megdolgozott, meg milyen szépen tartja a fogyókúráját, meg stb., meg sportolgat, azért néz ki így jól. Ma lehet, hogy az ég a világon semmit nem csinál, csak minden nap, csak vagy minden második nap, így van, minden második nap lemegy egy szalomba, ahol beletúrják az ánuszába az egyik rezgőt, a szájába a másik rezgőt, a füleibe az elektródákat, a hasára rátekennek mindenféle szerkezeteket, a hát belbibóit megemeli egy daru, és akkor hármat ránt rajta a gép, és úgy marad.
Na, és akkor mi van? Mindez 100 000 forintért. De én most erre azt mondom, nincs, hogy... Nincs becsülete a Gábor, dolognak. De a lényegen nem változtat, kaptál egy jó nőt. Most annyi változik, hogy könnyebben elérhető a dolog, tehát több jó nőt kaphat. Persze, persze, csak az ember akkor leszűrt egy konzekvenciát abból, hogyha valaki erre képes, hogy ennyit csináljon, akkor figyelj, másban is képes. Hogyha, most nem biztos. Ha te korai életedben összeszedtél valami átok jó nőt, ahogy te mondanád, akkor te azt mérlegelted, úristen, ez mennyit dolgozott rajta. Nem, azt mondod, hogy ó, köszönöm uram, hogy megteremtetted ezt a nőt. Igen, így, ahogy van. Egy kivétel... A számomra. Egy kivételes ember vagyok, tehát én más. Valóban ezt mondtam. Tehát, de... hogy tök mindegy, nem mindegy neked, hogy az úr teremtette meg, vagy a masszerszalomban 100 000 forintért megteremtette a fő masszőt. Egyrészt azért nem mindegy, mert ha egy ilyen nővel jön össze az ember, akkor tudja, hogy ennek hetente 100 000 forintot kell produkálni, hogy ez így maradjon. Idáig is valaki kiperkálta. Nem, idáig lement simán egy konditerem, vagy aerobikra, vagy szaladgált a Margit szigeten föl alá, és olyan lett tőle. Most teljesen mindegy, csak az egyik nem egy óráig tartott, hanem 2 évig. Nem, hanem úgy, értett a viewre, hogy amíg te össze nem szedted, addig is valaki kiperkálta a 100 rongyot. Hát igen. Na, igen. Tehát ezt meg kell akkor tartani. Váltás van, akkor elvileg én lennék a perkálat. Mit? Adjon kölcsön. Adjon, nincs rá szükségem. Az egyébként nekem inkább az ugrott be erről, ami nem technikailag modern technika, hanem... Fizikailag. Hát gyakorlatilag fizikailag, illetve kémiailag modern technika. Mire gondolok arra, amikor valaki úgy nyer szépséget, hogy ezekkel a modern cuccokkal keni le az arcát, amik így dehidratálnak, mit tudom én, miket csinálnak. Igen. Ezek is így tartja magát. De ezek nem működnek. Itt arckrémre gondolsz? Igen. Hát van ez a botoxos csúzi szájú, van. Hogy botox ezt a... például. Geronazo Mária. De miért Geronaz? Ez egy név. Nem, ez a egy fajtája. Egy gúny név olaszul azt jelenti, hogy... ez a nagy... Nem, bőrön szájú. A bohóc ajkú. Geronazzo. De már nő nem, akkor lageronazza. Na mindegy. Jó, teljesen mindegy, hogy miért hívják úgy a hölgyet. Hát annak olyan szája van, hogy a Concord leszállna rá a 3000-ről ez a szájára. Oké, most ne arról beszéljünk, amit elrontottak, hanem mondjuk... Ez nincs elrontva, ilyenre akartam. Ez direkt, igen. Oké, akkor ne arról beszéljünk, ami szerintünk nem biztos, hogy esztétikus, hanem tényleg vannak ezek a botox kezelések, amikor fiatalítanak rajtad 5 évet. Így van. De van ilyen? De gondolom, nincs, de van ilyen. De hogy van. Dehogy van. Mennyi ez? Mit? Mennyi ez? Nem, mit tudom én. Elküldenélek. Mit tudom én mennyi. És gondolom nem 1-2 forint. Tehát megnézel egy itt valamilyen hollywoodi eseményt, hogy megjelenik egy látszólag 65 éves színésznő. Hát ez az, hogy 70 éves. Látszólag 40 éves gyakorlatilag. És látszólag 40 éves, így van. Már a szüleink is az ő mozaiait nézték. Na most, ez, mit tudom én, 1920-ban megnézte egy 60 éves nőt, meg most megnéz egy 60 éves nőt, kb. 60 év köztük a különbség. És ez miért baj? Nem baj. Csak mondtam, hogy ez a technika. Én amiket mondok, ez egyáltalán nem azért mondom, mert baj. De teljesen úgy beszélsz róla, hogy ez baj, meg ez nem dolgozott, meg értem, meg ez, de hát a pénzért nem. Megdolgozott. Tehát az, hogy nem 200 fekvőt nyom. Ez is vitatható. 200 fekvőt nyom. Ez is vitatható. Ez egy ilyen ördögi kör, mert az első pénzt összeszedi a plastikai műtétre, utána szerez magának olyan palit, aki fizeti a többit. Tehát ez egy ilyen ördögi kör. Tehát jó befektetés volt. Igen, ez egy befektetés. Végül is a technika valahol befektetés. Szerintetek 70-es, 70-60, 995. Hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Itt vagyunk ismételten veletek, a modern technikai mai műsorunk témája. Volt ez a szignál? Szerintem érthető volt, de majd lejátszok megint. Is. SMS számunk az a 70-es, 70-60 995, mi pedig a Hotel Végtelen vagyunk, tessék a Facebookon is megkeresni minket, meg persze a hotelvégtelen.hu-t is ajánljuk figyelmetekbe. Szerinted, amikor így bemondjuk, hogy keresnek meg, akkor megkeresnek a Facebookon? Abban a pillanatban. Tehát, hogy van összefüggés? Volt, én hallottam erről, hogy úgy rohant a számítógép ez a srác, hogy átesett a fotel, és eltört a kezét. Igen. És a feje is betört, igen, meg a medencé is. Ilyenkor olyan boldog vagyok, én szeretek kárt okozni másoknak. Én is, én nagyon szeretem. Én azt szeretem, hogyha fizikailag sérülnek az emberek. Röcsögjön a vér. Ropognak a csontok. Szakadnak az izületek. GM üzenete a következő. Nem a technikával jött, 2. pont, a szoli, a szilikon cici, a fogfehérítés és az izomnövesztőszerek, pedig szoli helyett napozni, fogfehérítő helyett fogat mosni, és az izomnövesztőszerek helyett pedig gyúrni. Szóval, ha valaki jól néz ki, az lehet, hogy bányarémnek született. Oké, viszont most ezt nézhetjük úgy is, hogy
így megkönnyítettük a dolgát a modern technika segítségével, és lehet, hogy amúgy meg nem tudott volna így kinézni, tehát alapvetően nézhetjük ezt a pozitív oldaláról is. És szerintem nézzük is a pozitív oldaláról, tehát miért baj? A végeredmény nem, számít, nem? Kálmán, nem tudom, senki sem mondta eddig egyetlen szóval se, hogy baj. De hát most mondta ez a srác is, hogy nem, ez nem... Nem azt mondta, hogy baj, csak azt mondta, hogy eddig ez volt, most már ez van helyette. Ez pontosan olyan, hogy régen az emberek kimentek a hétvégi telekre, a nyugdíjasok, régen. És akkor kapálgattak, és elfoglalták magukat egész hétvégén, meg kis kapálva. Most meg kimegy egy rotációs, és kap, és 10 percet végig szalad rajta. Hát ez és van. Utána pihen. Hát ja, de... Ennyi minőségi ugrás. Hát már akinek. Hát most ez az. Régen az emberek nyíllal vadásztak, meg izé parítjával szájjal lőtték ma az orangután. Ma meg fog egy 8 milliós puskát, aztán 300 méter, 3 kilométerről kilövi a személy. 30 kilométer az űrből. Csat. Csicsat. Sőt, hát oda hívja ultraangol a páviánt, és úgy lövi lesz. Hát igen, ha páviánt pörköltet akar, akkor igen. Persze. Ultrahangon lehet hívni? Páviánt, páviánt. Ezt mindenki tudja. Nagyon buta állat, és... Páviánt kifejezetten gerjed az ultrahangon. Ultrahang, az a nagyon magas, vagy a nagyon mély? Mindegy, nem halljuk. Ja, nagyon magas. Aha. Hát nem halljuk. És hogyha infrahang lenne, akkor te is tudnád hívni? Én tudom, hogy hívnál a páviánt infrahangon? Ó, várjátok! Kopogtak! Páviánt! Orangutánt akartam mondani egyébként. Ja, páviánt! Bocs, orangutánt akartam mondani. Bocs, Mervi! Oliver azt írta, hogy sziasztok, a modern technika sok mindent megkönnyít, viszont rengeteg dolog miatt megnehezíti az életet. Az állandó online elérhetőségek miatt, és amit sokan kihasználnak a gazhacker világban. Oké, de mondjuk nem kötelező online lógni végig. Persze, meg hát le is lehet tagadni az online dolgot. Tehát nagyon illetve nem lehet letagadni. Nekem már ugye elég régóta van mobiltelefonom, ezért én nem vagyok már minimális szinten sem mobilfüggő. Tehát, hogyha nekem csörög a mobilom, én nem veszem fel, ha nem akarom. Hát ezzel mindenki tehát bennem nincs ilyen, ez nem így van, mert nagyon sokan így kényszert éreznek, és így nézi, hogy már megint ez, és akkor fölveszi. Én meg nem veszem fel. Egyszer sőt, le is adják, többször le van némítva, és nem érdekel. Ben van a táskámba, vagy félredobom valahova, és nem érdekel. Egyszer elmentem valahova, és otthon felejtettem, de egy napra. Tehát reggel elindultam autóval, és este értem csak haza, és otthon hagytam mind a két mobiltelefonom. Két mobiltelefon? Figyeled, milyen jól megy neki. És otthon hagytam, és hazaértem, és volt, mit tudom én, hány nem fogadott, meg üzenetek, hogy mi van, hol vagy, meg miért, meg mi. És hát úgy nem hívtam őket vissza, hát egyértelműen senkit nem hívogattam vissza. Mikor úgy a napokon belül érdeklődtek, hogy mi volt ezen meg ezen a napon, mondtam, hogy ott hagytam a telefonom. Hey. És de ne hülyes, elindulsz telefonni. És nem mentél vissza. Pont, ilyen kérdéseket kaptam, és nem fordult. Én megőrültem volna, hát a klozetra is viszem. Hát igen, de van ilyen. Tényleg van nem olyan, a klozetra. Persze. Uram, a Facebookon van egy ilyen oldal, hogy együtt alszom a telefonom, vagy a fejem mellett van a telefon, nem tudom, körülbelül 3 milliárdan lájkolták idáig. Teljesen függők az emberek, ami nem baj, nem. Mert jól jöhet. Csak mondom, hát, engem nem érdekel. Csak, Vio például csak az, hogy elcsodálkoznak rajta, hogyha valaki nem így reagál a dolgokra. Azt észrevetted? Mit? Hogy adás alatt szokott SMS-ezni. Tehát végig SMS-ezik, SMS függő. Miért akarjuk azt hinni, hogy a mai modern eszközök elterjedése előtt erkölcsösebbek voltunk, kérdezi Hobbit lány. Akkor is megtörténtek azok a dolgok, amik most csak más volt az eszköze. Nem tudom, de szerintem régebben is voltak randi helyen fél órán át hiába átsorgó emberek, akiket felültetett a kiszemelt, és még csak le sem mondta mobilon a randit, míg csak vonalas telefon volt, ha nem vette fel az 5. csengésre este 9-kor, akkor hol van, miért nincs otthon. A telefon az internet csak a csatorna szerintem. Hát pontosan, ennyi. Hogy most a technika fejlődésében leginkább a kommunikációt értjük, pedig azért vannak nagyon fontos dolgok, például, és nagy része mondjuk pénzfüggő, például az autó. Ugye vegyük az autót. Ha most gyakorlatilag nem mindegy, hogy milyen autóval jelensz meg, vagy hogy hova viszed a hölgyet autózni, vagy az urat, ha éppen a hölgynek van autója. Tehát mindenképp. Hát régen, 1317 körül. Hova parancsolja az úr? Hát mi volt? Megjelent az ember lovon. Hát mi volt? Vagy disznó. Igen, hát de egy ló az nagyon volt. Drága. Hát drágább egy volt, mint egy jó ló az lehet, hogy drága, mint egy Gábor, autó. Gábor gondolataiban ő a középkorban földes úr volt, nem szántóvető. Nem overdose-zal gondoltam, hogy rögtön megjelenik valaki, meg fehér lovon, mint a kormányzó úr, hanem úgy izén. Sima olyan mezei paripán megjelent, akinek volt egy lova, az már gazdag ember volt. Ma? Hát mindenkinek van autója, aztán, hogy hát fiatal, mindenkinek azért nincsen jó. Autója, szóval. Viszonylag kis összegér, ma hozzá lehet jutni egy olyan romhoz, amiben beül az ember, és ugye elindul.
De most már az a feltétel, hogy most már legyen 20 milliós, 30 milliós ilyen embléma rajta, olyan embléma. Semmi gond nincs ezzel. Ezt mondom én, szerint vannak az autósboltok. Itt nem az a fejlődés menete, hogy az a szimpatikus embereknek, hogy minél modernebb legyen a technikát, hanem ez csak egy okozat, és az ok pedig az, hogy minél gazdagabb legyél. És te ezt úgy fejezheted ki adott esetben egy bizonyos közegben, hogy a legmodernebb technikával rendelkezett, akár telefon, akár autó. Így hát ezt hívják státuszszimbólumnak. Pontosan, tehát a mai modern technika gyakorlatilag a státuszszimbólumnak egyfajta meghosszabbítása. De hát ez mindig is így volt, tehát kár így emlegetni, hát hogy a mai modern középkorban nem volt, hogy modern ló, meg modernebb ló. Nem, hát ennek ott mit tudom én, azt nézték, hogy hány puttonyod van. A ló? Ja, hány puttonyos a ló? Az a tokai aszú volt, Kálmán, szóval. Hány lóerős a ló van? Volt egy pont az emberiség fejlődésében. Egy tized lóerős a ló van. Ez egy nagyon erős ló. A tiédet úgy fölrúgja, hogy le se esik. Nem, hát nézték a páncél minőségét, meg a kis szüttyőket, az övre raktak. Milyen hosszú volt a kopjád? Hogy hívták, a szüttyő, nem? Mi? Amiben a lóvét tartották. Így az pénztárca. Övedre. Pénztárca. Nem volt akkor még pénztárca, hanem ilyen kis... Pénz sem volt. Kis ilyen... kis tömlő. Tömlő. Bőrzacskók. Iszák. Iszák. Iszákon lógott, és megpacskolták, hogy csörege benne az arany. Na, ez iszákos, mondták. Igen, van iszákja. Én lettem volna. Egyébként azért lett az iszákos nevű szó, mert akinek volt iszákja, az teli volt aranya, és mindig elitta. Ezért, aki iszákja volt, az iszákos lett. Ez csak egy ilyen elmefuttatás, vagy valami hasonló. Ami nem igaz. Na, tehát, de nézzük például, amit írt a hallgató a Viagrát. Ami itt végül is nem muszáj az elektromos technikára rámennünk. Hát a technika fejlődő, az utóbbi 20 évben vegyük azt, ami kijött, azt vegyük modernnek. Hát ott van például ez a pirula. Hát régen ugye az embernek ugye volt egy kis félhat, az életben nem hozták ki belőle, mindenféle terapeutákhoz járt, meg gyógyfürdő, meg gyógynövényeket ivott, aztán meg ginzenggel kente még a tarkóját, és avagy sikerült, vagy nem. Nem ginzengnek mondjuk, de jó. Zsenzang. Te most azt mondod, hogy ez csalás? Nem csalás, nem csalás. De valahol azt gondolod, csak nem mondod. Még csak azt sem gondolom, hogy ez csalás lenne, pusztán úgy érzem, hogy... Hogy jaj, de kár. Hogy mikor régebben, hangsúlyozom, a régebben nem 3000 évre visszamenőleg értettem, valaki kijött egy ilyen félimpotens állapotból, azt mondhattuk, hogy a szervezet összeszedte magát, meg milyen jó gyógyfüveket talált. Ma már azt mondjuk, hogy hát kapott egy vagy injekciókúrát, vagy benyomott 30-30 viagrát. De ha gyógyfüveket talált, most ugyanazt mondod. Tehát nem mindegy, hogy kék pirulának nevezzük, vagy gyógyfűnek. Nem, mert régen a gyógyfüvet nem mindenki ismerte fel, a viagrát bárki megveheti. Ennyi a különbség. Hát tehát nem bárki, csak... mert én mondjuk nem tudnám megvenni. Milyen? Mert nagyon drága. Aj, Kálmán, arra, hogy már olyan szituációban lennél, minden pénzedet félretennéd, rohannál viagráért, hát ne hülyeskedj. Ezek szerint nem vagyok. Hát nem, nekem is remélem. Lesz még találkozó. Ez a viharazó, hogy nem bőven meg kifejteni, hogy... Miért remélted? Nekint miért számít annyira? Nem így akartam mondani, de... Olyan fura vagy. Furi vagy, Gábor. És hol a kezed? Gatyámon. Üzenetek, Patrici azt jelenti, hogy rakéta porszívommal gáz, és lemaradtnak számítok. Na hát itt van például technika. Igen, de nézi valaki az embernek az otthoni cuccait, a porszívóját, meg a kenyérsütőjét, vagy akármilyet. Egy baj van a rakéta porszívóval, hogy ez csak zúg. De szív is. De nem csinál semmit. Hát hogy ne, szív nem, mert az... kinyomja, amit minden porszív volt. Gondolod, amit a modernek hát beszívnak, azt elnyelik, nem, hát abban van porzsák, meg az úgy akkor működik. De egy rakéta az nem. Na szóval itt van például, ha már nézzük a porszívó. Hát gyakorlatilag a funkciójának megfelel. Bekapcsolja, igaz, hogy a hangja, mint egy traktornak, de az még a szőnyeget is berántja. Egy rakéta porszívó pont úgy szív, mint egy mostani 200 ezer forintos porszívó. Nem. Van 200 ezeres porszívó. Van egy milliós. Fú, is. Hát olyan. Komolyan. Persze. Nem ugyanúgy szív, de a célnak ezek megfelel. Szerint még nem volt porszívó ügynök soha. Nem. A célnak megfelel az a porszívó is, ami iszonyatos hangerővel és fél óra alatt szívja be a port, mind a másik az bekapcsolod és körbejár önmagától a szobában. És de nincsen igazad, mert... Csak időt nyertél és pénzed ment. Nem, azért persze sok minden úgy van, hogy valóban semmivel nem jobb, mint ami 50 évvel ezelőtt volt, vagy 60 évvel ezelőtt, sőt, de azért vannak olyan technikai dolgok, ami sokkal jobb, meg olcsóbb. Na itt van például a... Na most mondja, egy nagyon... De csak Kálmán, mondjuk egy eklatáns példát mondok megint csak. Például itt van ez a mikrofon, vagy ez a stúdió berendezés. Százszor jobb, mint ami 50 évvel ezelőtt volt. Igen. Na. De az is szólt. Az is szólt, de nem úgy.
Itt csak minőségi javulás van. Tehát csak minőségi javulás van, tehát ez semmi. De azért egy telefon és egy mobiltelefon az nem minőségi javulás, hanem egy életmódváltás. Hoppá. Igen. Ma se úgy van, hogy az utcáról mész és stúdiózol, bár akár megtehetnéd azt is. Igen, de te magad mondtad, hogy szakadjunk már le erről az internet meg. Pedig nézzük, látod, például ez a legfontosabb dolog, hiszen kimondtad a kulcsot, hogy ez azért egy életmódváltozást hozott. Igen. Tehát a technika az tud úgy fejlődni, hogy megváltozik az emberek életvitele. Közben kaptunk példákat is, hogy mik azok a dolgok, amik ide tartozhatnak. Rocker Miki azt írta nekünk, hogy nem mindenben. Például a régi csöves erősítők még mindig jobbak, mint a digitális. Lemezlejátszó 8-10 kg tányér, ami nem nyávog és dinamikában is jobb, mint a CD. Nekem van modern maranc CD játszó, amit csak közelít az LP-hez, csak 48 rugó. Igen, de mondjuk stúdiótechnikáról beszélünk. Tehát ez egy nagyon olcsó, 48.001 maranc egyébként. Igen, ez egy nagyon drága cucc. Tehát stúdiótechnikában hidd el, hogy azért most is hiába digitális, azért megvan ott a jó. Sziasztok, Emcsinek igaza van abban, hogy régen nem volt mobilunk, és mégis odaértünk mindenhova, időben nem késtünk el. A technika hiánya, mintha jobban rákényszerített volna a pontosságra, üdv öreg Vicsuanc. Hát igen, mert akkor nem volt lehetőség lemondani. Én azt gondolom, hogy annyira lassan éltetek, hogy nem is volt más dolgotok. Tehát most megbeszéltétek a randit, hát oda mentetek, mert amúgy se tudtatok valamit csinálni. Most azért nem mindegy, hogy oda megyek, vagy megnézem a kedvenc sorimat a tévében. Igen, nekem valamiért nem jött közbe soha semmi. Nem úgy, mint most. Ne verje ki, ne rázza ki Erikával, szívassa ki Erika porszívó reklám. Igen, volt egy ilyen reklám annak idején, azt hiszem a Vicinális Dugóhúzó nevű műegyetemi újságban jelent meg. És ez nem volt akkor igazi egyetem, az valószínűleg ilyen... Mű, csak mű. Igen. De sokan jártak, és azt hitték, hogy egy igazi egyetemet végeznek, érted? Ez szerencsétlenek. Nem mindegy. És műdiplomát kaptam. És hát most a porszívónál leragadunk, valóban volt ilyen Erika nevű porszívó, bár én nem láttam. Erika nevű írógép is volt nekem. Igen, igen. Ez egy népszerű márka. Meg volt egy Erika nevű szomszédom. Az is robot volt? Nem, de népszerű volt. No, SMS számokat mondom, aztán elmegyünk zenélni, majd jövünk vissza hozzátok. Ilyen volt. Hát igen. SMS számunk pedig úgy hangzik, hogy 70-es 70 60 995. A modern technika a mai témánk, és akkor ezzel válaszoltam is egy SMS-ben érkezett kérdésre. Ezzel fogunk visszajönni hozzátok. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670 70 60 995. Itt vagyunk ismételten veletek, a nagy szünet után folytatjuk a Hotel. A nagy szünet után, mint a suliban. A Hotel Végtelent, a ti kedvenc műsorotokat a Rádió Q-t hallgatjátok, a 99,5-ös megahertzet. Mert mit, hogy a Viola ezt nem nekünk mondta, hogy az én meg a Gábor kedvenc. Hát jaj, meg reménykedem benne. Hotelvégtelen.hu a honlapunk, tessék látogatni minket. A mai témánk modern technika, nézzük, hogy miket írogattatok nekünk. Hali, szerintem a kapukód, vagy kapukód és, legyen és hasonló kis hülyeség. Kopogni már sokan nem is tudnak, amúgy van egy haverom, nincs mobilja, és nem is akar, én tisztelem ezért. Én is ismerek olyan embert, akinek nincs. Szóval ez egy egyéni döntés. Hogy aztán miből marad ki, meg miből nem, azt nem tudom, de hát tisztelem. Én meg azt gondolom, hogy annyira mindegy. Tehát ezek lényegtelen dolgok itt. Van mindig például az értelmiségnek, a bölcsész értelmiségnek, humán értelmiségnek. Igaz? Humán értelmiségnek. Mit mondtál? Van egy olyan aspektusa, vagy egy olyan felfogása, egy olyan világnézete, miszerint ezek a technikai dolgok, ezek semmire valók. Ezek tönkreteszik az emberi kapcsolatokat, ezek tönkretesznek mindent, és ezek az ördög művei, az ördög kísértése, és ezeket ki kell írtani az életből, mert addig nem lesz jó semmi. És mindezt a Facebookon írja. Ja. Simán. Na, beszélgettünk ezekről a nagy szünetben a kémkedésről. Tehát, hogy vannak ma már ezek a technikai eszközök, amiket reklámíroznak mindenféle tévécsatornákon. Tehát, amikor véletlen otthon vagyok délelőtt, mert éppen nincs dolgom, és belenézek, 10 csatornából 8-on ilyen direkt hirdetések mennek. Tudjátok, egy ilyen elborolt agyú idős német ilyen keresztlóg a fülébe, meg mit tudom én mindenféle... Az német? Hát nem, az svéd. Hát persze, hogy német.
Hát azért, mert Tomász a neve, nem? Hát német nincs Tomász. Az ez latin név, vagy mi? Latin, teljesen mindegy. Thomas Anders is német volt, és azt így hívták, hogy Thomas. És Dieter Bohlen is. Igen, na, hát az meg az pláne. És ő Dieternek hívja. Van ez a, nem mondom ki a nevét, mert reklámnak minősülne, de ez a fülre tapasztható szerkezet, amit reklámoznak erősen, hogy kilométerekre meghalod a légynek a zúgását is. És hogy ez milyen klassz. Most állítólag ez nem működik rendesen, mert és aki használta, azt mondta, hogy nem ér semmit az egész szerkezet, de tegyük fel, hogy működne. Tehát egy ilyen kvázi erősítő a füledre, hogy jobban halljál. Aha. És akkor kifejezetten azt reklámozzák. Gyakorlatilag hogy... egy nagyot halló készülék. Igen, csak hihetetlen erős és nagyon érzékeny. Legalábbis ezt mondja a reklám. Ezt mondja a reklám, igen. Na most az a reklám, hogy ülsz egy asztalnál, és akkor a szomszéd asztalnál ül két vagy három nő tőled 20 méterre. Normális körülmények ezt nem hallanád, mit duruzsolnak. Most de ezzel a csoda szerkezetet, és ezzel a pókember fülle. És ülsz, és akkor ilyeneket mondanak, hogy te is kézed, nekkora farga volt meg. Nem így van a reklámban, csak mondjuk ezt mondjam. Igen, lesz te képzeld, de négy kézláb lökött is olyan állat volt, és az ember meg ilyen csendes mosolyal azt mondja, ó, Lotyó, ez a kettő is, de nagyszerű. És, gyakorlatilag... és közben a nőknek is van a fülében. És azok is hallgatják. Vagy azoknak meg még fejlettebb gondolatolvasó készülékük. Hallottad, hogy lehúzta a címzáját? Biztos már gatyában vannak ezek. Na tehát így kölcsönösen kihallgatják egymást. Nagyon szép. Régen az ember ugye, hogy két nőről leszűri, hogy kapható vagy nem, vagy esetleg sok pénzért, vagy kevésért, át kell sétálni hozzá az asztalhoz, vagy szemezgetni órákig, küldeni valami krémest, vagy mit tudom én, miket szoktak csinálni. Na most majd betesz egy ilyen szerkezetet, és kihallgatja. Igazából mindenre meg van megoldás. Például én gyermekkoromban azt szerettem volna, hogy legyen az emberek fején egy lámpa, és az világítson, amikor hazudnak. Mert én ilyen nagyon naív kis fickó voltam, én mindenkinek elhittem minden, én ilyen jó indulatú voltam, és nagyon nehezen tudtam megállapítani, hogyha valaki hazudik, és én mindig abból indultam, hogy én nem hazudok, és mások meg hazudnak, és milyen jó lenne, ha tudnám, hogy ők is hazudnak. És tudod, mi lett erre az én válaszom? No. Mert hogy ilyen lámpa nincsen az emberek fején, és elkezdtem inkább én is hazudni. Ez a beszéd. És mióta én hazudok, azóta nem mondom, hogy tudom, hogy mások mikor hazudnak, de leszarom. Na most képzeld el, Kálmán, amellett, hogy teljesen igazad van. Van már ez a ugye, poligráf, ez a hazugságvizsgáló szerkezet, ez is egy új találmány, relatív új találmány. Tehát, hogy itt nem egy gráfról van szó, hanem többről. Több gráfról, tehát gráfhegyekről. Kezdődött a Steffi gráffal. Először volt a monográf. Monográf, poligráf, és lesz a multigráf, ami már csoportos hazugságokat is meg lehet állapítani. Tehát ő fölcsatolja az ember, és akkor már hiába kamuzik, mert a verítékeiből kisütik, hogy hazudik, mint a disznó. Igen, egyébként ezeknek a szerkezeteknek szerintem az a legnagyobb problematikájuk, hogy elvesztik így a felfedezés izgalma, hogy te legyen jogod pofára esni magadtól. Tehát követhess el hibákat, nem pedig készen adják elét, hogy ki hazudik és ki nem. Van egy közös ismerősünk, aki ebből él. Igen. Egy csaló. Például mi lesz vele? Hogyha lesz mindenkinél egy ilyen kis kézi szerkezet, amely azon kívül, hogy tolmácsgép, és már nem lesz szükség nyelveket tanulni, azon kívül mondjuk megmondja, hogy hazudik az életében. Becsődöl az iparnála. De nézzük például... De nem biztos, mert lehet, hogy megtalálja a kiskapukat erre is. Majd kifejleszti az ellenhazugság, tehát ami megszárítja a kezét villámgyors, hogy ne izzudjon meg ilyesmi. Bizony, csapásokat adunk és kapunk. És van ez, van ugye, ha már párkapcsolatokról beszélünk, hát van az embereknek ugye szexuális élete, már akinek. Ami abból áll, hogy egy ideális esetben ellennemi párocska megtalálja egymást, és akkor mindenféle kényeztetéseket egymás testén végrehajtanak, és azra azt mondják, hogy szexeltek egyet. Ütik egymást. Ne akár. Kinek milyen a habitusa. Hmm. Na most ugye a technika fejlődése mit hoz magával? Hát régen még ugye vidéken mindenféle szerkezeteket használtak, segédeszközöket. Ez a 18 éven felüli rész? Ez már a 18-as. Jó, akkor 18 alatt. És menjünk meg. Most tájfekvéstől függően lehetett egy kukoricacső, vagy mit tudom én, bármit, amit fel lehetett használni a nemes célokra. Ma már mi van? Bemész az erotikus, vagy akár szex shopba. Mindig komolyan csináltak ilyet, hogy kukoricacső. De az ilyen száraz, nem? Hát, bekenték de valamivel. De komolyan. Hát, mit tudom, tehát ez a kukoricacső az, amikor így kimorzsolják a disznóknak, és ami marad. Nem, hát az a harag. Az a kukoricacső elvileg, ami rajta van a kukorica is. Az kukorica csutka, amiről te beszélsz, de ne menjünk ebbe. Igen, de, tehát a cső, amikor még friss. Amikor még rajta és van a kukorica. És ezt szerinted használták? Vagy most itt tippeket adsz, hogy képzelek, hát, Gábor? Csak a formára asszociáltam. De most mondjuk bemész egy pornósokba, és találsz olyan eszközöket, ami
gyakorlatilag x ezer dollárért láttam a neten, olyan nő van gumiból, meg mindenféle nemes szerkezetekből, ami sóhajtozik, pacskolja magát, nedves, meleg, amit el tudsz képzelni, ez technikai fejlődés. Ezáltal el lehet érni, hogy az ember ugye de most gondolj bele, hogy ha ez létezni fog, akkor megszűnik a prostitúció. De létezik, már létezik. Na jó, de hogyha elérhető báron, akkor megszűnik nem a prostitúció. Nem is elérhető báron, hanem hogy minél élethűbben, hiszem persze. Meg most minél azért... élethűbben és minél elérhető báron, akkor megszűnik a prostitúció. Most nem fog megszűnni, Kálmán, fog már fel. De én erre hajtok, szűnjön meg. Kurvák lesznek, ez biztos. De kurvák, legyenek ingyen kurvák. Én azt mondom, hogy fizessenek is, nem? Nem, ami jár, az jár. Na most gondolj bele, bemegy az ember, rászállja ezt a kis összeget, mit tudom én, egy amerikai embernek két havi fizetése, megvesz egy ilyen hiper realista gumi, vagy mit tudom én, hogy is mondjam, dolt, vagy nőt, nőutánzatot, hazaviszi, és semmi gondja többen a randira. Mert ugye otthon, te is jól tudod, hogy ez nem így van. De eljuthatunk oda. Nem. Közben de mi telefonálja mi van, 10 ismerős, és senki se vesz egy másikat. 10 ismerős. Figyú, most eljuthatunk. Eladja a használat. Eljuthatunk oda. Telivágva. Vigyétek kéz alatt. Eljuthatunk oda, hogy annyira modern dolgokat tudnak kreálni, hogy már-már olyan lesz, mint az eredet. De mindig ott lesz a fejedben az, hogy esetleg meghibásodik, és őrül dolgokat csinál. És hogy odaenged áramot. Megzavarodik a mellett. És üt, mint állat. És... Bam! Ugye az igazi nével is előfordul, hogy üt, mint az állat. Hát nem látod a Terminátor című filmet? Erről szól, dokumentumfilm. De gondoltam, abban volt ilyen guminő? Igen. Oda lögtek arnom, de legyen izé műnőt, azt legyalultam, hogy csinált. Nem emlékszem erre a részt, lehet, hogy ott elaludtam. De most megveszel egy ilyen nőt, hazaviszed, odafekteted az ágyra, úgy néz ki, mint a Pamela Anderson szúnyókálna éppen. Mert van, gondolom, Pamela Anderson fejű baba. Horkol is. És akkor ugye telefonálsz egy 5-6 nőismerősödnek, senki se ér rá. Ez jó, hát akkor marad a baba. Ébresztő! Kihúzod a segélyből az adaptert, tehát fel van töltve, a gép fölfújja, mehet. És USB-n letölthetsz rá programokat? Hát most ez lesz a vége, hogy rá lehet programozni. Bluetooth-on keresztül. Pervers.com-ról leveszel egy pár ilyen alkalmazást. És neki nem csak Bluetooth, hanem Retus is van. Bármi lesz. Na most... Én nem azt mondom, hogy sajnálom azokat az embereket, mert minél többen babázgatnak otthon, annál több marad nekünk az utcán. Tehát nem ez a gond. Hanem az, hogy valahogy fel ki fogunk halni. Itt távlatokban, hát mindenki ilyen babákkal fog ökölködni. Hát de lehet klónozni. Mit a babát? Nem, az embereket. De hát ez már milyen? Hát nem, mindegy. De te is tudod, hogy nem, ez nem ahhoz vezet, hogy már mindenki csak a virtuálisat akarja. Nem a virtuálisat, mert azért a baba nem annyira virtuális, hanem egyszerűen az, hogy a lustaság oda fog vezetni, én is lusta vagyok néha, oda fog vezetni, hogy azt mondja, de az ember... De miért lustaság? Elinduljak egy dugás, egy bárhova is, nem indulok. De ez miért lustaság? Ez mondjuk inkább önzőség, hogy úgy gondolod, hogy neked nem kell alkalmazkodni senkihez. Na, ez az pontosan. Nem kell haverkodnod. Nem kell beszélgetni. Így igaz, nem kell. Nem kell megkérni, vacsizni. Pontosan. Na, hát viszont nem bántasz senkit, és a prostitúció megszűnik. Hát azért nem, mert lesznek még olyan elvetemült konzervatívok, akik ragaszkodnak az élőtesthez, de azért nagyon nagy a kísértés. Mondjuk én modern technikán inkább azt értem, ha már ilyen megfigyelésest itt előhoztunk, amikor mondjuk webkamerát előveszi az ember, és most már lesznek olyan webkamerák, amik mit tudom én, 3D-s képet adnak, vagy itt-ott elhelyezett, hát mint a ahogy az egyik kultrajz. Igen, tehát nem a perverzióról beszélek én, hanem hogy a másik megfigyeléséről, nem csak perverzióból, hát, hanem igen, hogy... persze ez valójában eredetileg nem arra készült, hogy egymás ivarszerveit pacskolgatják a kamera előtt, a másik megörül neki a túloldalon. De most gondolj bele, hogyha tényleg, ha már a webkamera szexről beszélünk, akkor egyrészt itt elmondanám, hogy a világ legnagyobb ilyen webkamerás cége az magyar, tehát Magyarország tényleg pornó nagyhatalom, giga ultra nagyhatalom, de komolyan ez az hihetetlen. Mondjuk ez annyira szerintem nem jó, de hát ha már egyszer ez van, sokkal biztonságosabb mondjuk így a kamerás szex, tehát akik ott kurválkodnak, de tényleg akik ott kurválkodnak, gondolj bele, hogy azok egy 30 évvel ezelőttihez képest mennyivel nagyobb biztonságban vannak. Teljes biztonságban vannak. Lehet, hogy Argentínában van. De most komolyan. Hát teljesen. Tehát, hogy sok állat összeverné, meg mit tudom, tehát így meg ő ezt nem kapja. Ez természetesen, hogy ez... De nem hiányzik neki az ölelés? A csók. Rohadék vagy. A csók. Na jó, komolyságot vagy. A romantika. Nem kívánja a romantikát. Azt mondja, mert kamera. Kurva. Ülnek a kamerát, azt mondja.
romantikázunk? Jó, akkor itt a csöcsöm. Fölrántja a pólót, a pali meg azt mondja, hopp, várj egy picit, most nem gépelek, húzok egy virágot. És felmutat egy csokor virágot, ez a tiéd. Köszönj, csaj meg így megpattint egy gumit, pacs, felhúzzuk? Húzzuk, mondja izé, 3000 méterre. Na jó, és megy a kamerába, hát érted most. Sőt, hát már vannak ilyen 3D-s szemüvegek, meg mit tudom én, milyen mozi is van. Hát volt a tévében is, van ilyen 3D-s mozi, amikor a gyereknek pisilnie kellett, mondta az anyjának, hogy hova pisiljek, és mondta az anyja, ide be a fa mögé. Ugye, nem mi tudom, melyik filmet. Hát 3D-s filmet néztek. Nem tudom, mi a címe, most megy a mozikban. Hát olyan életű volt, hogy leküldte a fa mögé vizelgetni. Mert ugye... Na, moziba! Kezdem érteni, jó poén. Miért Pesten megtörtént? Nem, Tatárföldön volt, csak ide jutott a híre. Anyuka beküldte a moziba, a vászonba beleküldte a gyerekét. Ez lehet, hogy csak urbán legendra, nem esküszöm meg rá. Ez megtörtént. De már ez lesz a jövő. Ja, hogy a... Hologram WC. Oda üsz, belekommaltasz, és kidő, hogy a földön van az egész. Nincs ott semmi. Mert a többi a Marson van. Mi? Hagyják már. Kézzed, ott a vécén rájössz, ezt is lezuhasz, eltöröd a farcsontodat, rásadszor meg esetleg mégse ülsz le, csak belepisész, akkor ott folyik végig a lábadon. Vagy ha úgy esel le, úgy felmegy a pumpa. Üzenetek! Itt van velünk Zoltán, aki a Facebookon azt írta, hogy gyerekek, légy szíves, nyomjatok egy kis Iron Maiden-t a Vajdaságba, előre is köszike egy hallgatótok Ada városába, Urbán Zoltán. Hát sajnos az éppen nincs nekünk. De helyette ezt megkapja, jó? De ne zavart meg, hát ez most méden. Illetve még azt tudom. Is írta... Miért, de tudod? Hogy csak ránk tud támaszkodni Vajdaságban, és hogy erre, mármint hogy arra, ilyen fajta adás nincs. Most már van? A modern technika segítségével eljutunk oda is. Eljutottuk. Na erre jó az internet, gyerekek. És ugyan nem kívánság műsor, de most kivételt teszünk. Na, azt szóljunk. A személyzet stílusáért a hotel végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Így van, csak a munkánkat végezzük. A modern technika a mai műsorunk témája, úgyhogy nézzük, hogy miket írogattatok neki. Sorry, szelektálni kell, rengeteg üzenet van. Köszönjük szépen. Sírva röhögök, bazd, már nagyon hiányzott Csók Jolika. Tudtátok, hogy negyed óra alatt megkötik a szakdogát? Na ez a technika, vív. Bekötik Mária. Jolika, bekötik, mit nem csinál? Megkötik. Megkötik, hát de meg is köthetik. Megbőrözik. Hát nem. Hát bőrbe bevonjuk, megbőrözik. Nem, az átbőrözés. Nem tudom. Üdv, egyik haverom gazdag fateljának van nagyon eredeti guminője, 4500 dolcsi volt. Ugye mondom. Megmutatta, nem volt teljesen felfújva, körülbelül azt hittem, hogy ez a nagy mutel, és csókolommal köszöntem neki, üdv, Szex Terminátor. Sokkal. Nagyot kell fújni vele egyébként. Elárulom, hogy csókolózol vele, akkor fújd a száját, és akkor nagyobb lesz a feje. De tényleg lehet, hogy ez kilukkal, tehát ez tényleg... Nem, ez golyóálló. Azért, mert biztos jártatok, mert ti mert minden is, nap. Hogy Luffy kidurran, és akkor úgy ugye... Jártam. Például, hogyha mondjuk az ujjadat belenyomod a Luffy-be, és kidurrantod, akkor rászorul az ujjadra. Tehát, hogyha éppen aktus közben vagy, ezen és kiukad, akkor az rászorul. Akkor tehát az, viszont a el kell menni szakemberhez. De tényleg. A gumizáratba. Csak akkor mit csinálsz? Elkezded melegíteni öngyújtóval? Nem, sajnos azt le kell vágni szikével. Van egy ingyen offszeret. Egy jó vaskos. Egy örök offszeret. Akkor mind a sátorfogyban van. Üzenetek. MG az, és akkor itt jön egy márka megnevezésre. Márka megnézés, X-re gondolsz, a Topshopnál melózok, ma is rádomáltam valakire, mármint a fül... Igen. Az, amiről beszéltünk? Igen. Hát arra gondolok, igen. MG az a kütyű is szar lehet, mert én régen próbáltam nagyot halló készüléket a tévéhez, de minden más zajt is ugyanúgy, gondolom, felerősített. Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy... Igen, pont ezt kérdeztem tőletek, hogy... Az gép ráirányítja, és azt mondja magába, hogy két nő csústorog, azt erősítem, a többit meg nem. Ez kamu, ezek hülyeségek. Azok, de az FBI-nek az igazság, biztos, hogy a rendszerváltoztatás után, tehát valamikor 92-ben volt egy, szerintem ennek a nevét már bemondhatjuk, hiszen már nincs. Hiszen ez már nincsen. Mi is volt? Whisper 2000, aha, mint suttogás. Whisper 2000. Whisper. Ilyen lehallgató rendszer. Whisper. Mint ha valami H is, nem? Whisper, nem? Whisper, igen. Jó, lényegtelen a neve. És Whisper egyébként. Úgy reklámozták, hogy ez űrtechnológiával készült. Nagyon ügyes vagy, Gábor. Közben szétverte a stúdiót. Űrtechnológiával készült. És közben valami, én vettem egy ilyet,
Egyértelmű volt. 16 éves voltam, és azt gondoltam, hogy nekem jogom van hallani a 70 méterre leeső gombostűt a másik szobába, mert hogy a biztonságom érdekében, hogy nehogy belelépjek. Persze, igazad van. És gondoltam, hogy én veszek egy ilyet, vettem is. Nagyon drága volt akkori pénzen, szétszereltem. Akkor milyen pénz volt? Azt hiszem, hogy korona volt még. Szétszereltem. Szétszereltem, és papírba kelit nyákra volt szerelve, ilyen hulladék módon rá voltak hányva az alkatrészek, és már nem emlékszem, valamelyik CMOS IC volt, jó, ilyen lényeg, alaperősítő IC, ami akkor körülbelül 20 éves találmány volt. Ja. Tehát egy átverés volt az egész. Hát gyakorlatilag egy erősítő nagyon volt, ami igen, mindent. Aha. Igen, és ráadásul abból is egy hulladék. Tehát, hogyha akkor vettél egy hobbi elektronika újságot, és kinéztél belőle egy kapcsolást, akkor az biztos, hogy százszor jobbat tudtál magadnak építeni. Hát, aki tudott, hogyha esetleg valami rádióamatőr voltál, akkor, úgyhogy ennyit erről. Sajnos. Nem hát lehet olyan egyszerűen lehallgatni. Viszont azóta fejlődött a technika. Biztos, hogy azóta csináltak egy olyat, ami zajszűrővel rendelkezik, és intelligensen. Interneten lehet kapni egy cigis doboz, amin egy darab, tényleg egy tűvel szúrt luk, egy akkora luk van rajta, és van benne egy kamera. Igen. És ez olyan kamera, hogy ilyen wifi-s, és akkor lerakod valahova, szépen ott felejted valahol. Hoppa, virrának fölkeltettem az érdeklődést. Kell a pincér összegyűrű, ezt kivágja a szemétbe. A 25 ezer forint. Ennyi. És mit csinálsz? Tehát egy cigarettás doboznak álcázott kamera, azt te szépen leteszed valahova, csatlakozik a wifi-re, és otthonról tudod nézni, hogy mi történik. Oké, de hát azt, ha elrakják onnan, és tényleg kidobják, vagy kinyitják. Hát igen, de mondjuk képzeld el, hogy te... Nyomon követed a szemét, telepik. Bemész valahova, mondjuk tárgyalni. Igen. És ott felejted, van benne mikrofon is. És hogy mész visszaérte? A tárgyalás után elmész. GPS-en. Elmész, azt szépen veszi, hogy mit beszélnek rólad, és utána visszamész, hogy bocsánat, itt felejtettem a cigimet, és fölkapod, és a ti anyátokat. És amúgy is lemerült. Vagy képzeld el, vannak ilyen plüss állatba beépített kamerák, és ilyet adsz a lúgnyának ajándékba. Jaj. Hoppá. Hú, de királyság. És benne hogy szeded vissza? Hát nem kell visszaszedni, az ott maradhatná. Hát de képzeld el, hogy ő minden nap ott átöltözik a kis mackó előtt. De hogyan töltöd föl? Gondolom, ez nem örökké megy, hanem... Na, például lehet hogy ebbe van valami kis zenélő, és akkor mindig mész, legközelebb megnyomod, de ez lemerült az elem, mert most már ki kéne cserélni. De hogyha mondjuk éjszaka csipog, mert lemerült az elem, akkor lehet, hogy megnyomod. De most azt őszintén, kikét, de olyan nincs. Ki az az elmebeteg, aki azért lássa azt a nőt, akit előtte hágott, még vetkőzni is. Mert nem biztos, hogy összejön. Akkor nem adsz neki ajándékot, Kálmán. Gondolkozz már. De azért adsz ajándékot, mert adsz is, és kapsz is. Hát nem, ez egy és képzeld el, oda. Aki nem hagyja magát, nincs plüsmaci. Hát képzeld el neki, nem. Tehát, hogy össze akarsz jönni a csajjal, odaadod neki a plüsmacit, gondolod, hogy hát ha nem is lesz semmi, de legalább majd jól megnézed, és ő odaadja az öccsének. Aki mondjuk aki meleg. Fejlődő korban van, és egész este a Playboy-ra veri. A Matyai Gotilla az éjjeli szekrényen, és last napokig egy iszonyatos recska partit. Vagy lehet, hogy a Matyit is használja közben. Ezt is csak látod, hogy dillen a szemében ki a kamera, azt kipattan. Köldökét megnézheted közelről. Viszont az ilyen szerkezeteknél, ha minimális is az esélye, de előfordulhat, hogy lebuksz, mert észreveszi, vagy azért, mert hallott már róla. Beméri. Vagy egész egyszerűen feltűnik neki, hogy világít a maci szeme. Meg utána fordul a feje, amikor követi, veszi le a bugyjának, a maszkó bólogat, meg forog a feje. A sötétben észreveszi, hogy valami rögzítés megtörtént. Valami sátáni fény csillog a maszkó szemében. Zoomolgat. Szétkapja gyorsan. Ott van, meg joystick-e irányít a benne fejét. Oda megy ezt, hogy irgalmatlan nagyot ráver a macira, azt képnek. Már nem úgy. Hát akár úgy is. Én olyat láttam ilyen megfigyelőbe, amit lehet kapni különböző ilyen aukciós portálokon, ami egy festménybe rejtett, akkor valószínűleg az elavultabb dolog, festménybe rejtett kamera, amit fölrakadsz a falra, és akkor mondjuk az egyik virágnak az egyik szírma helyén van egy ilyen bármit tudom, amiben beleillik, és akkor ezt föl tudod venni, ami bekapcsolhat hangra, vagy mozgásra. Tehát ha már megfigyelsz, akkor már csinálsz. Igazából, hogyha ez kép, akkor azért jobb, mert mondjuk ebbe egy napelemet is el lehet rejteni.
Persze. Tehát mondjuk egy ilyen modern festmény, ugye számítógépet vannak, is. Nem, mert vannak olyan festmények, amikbe így belenyomkodnak pénzt, meg tehát, hogy tényleg valós tárgyakat beleraknak, még a friss olajba belenyomják, igen. És akkor csak úgy belerakod a napelemet, és kikondikálódsz egy szlencse, ott kiáll a képből. Olyan hallottatok, hogy végbélkúpba tettek ilyen kamerát? Mi? Végbélkúpba. Ilyen amindazofen végbélkúp, ez láz ellen van. Beletették a kamerát, és na képzeld el. Nem, van olyan, van ez a bélvizsgálat, ez a stetoszkópos vizsgálat. Hát és a stetoszkóp az nem az mondja, hát de mindegy. Hát tudom én ezt, amikor így leküldenek ilyen kamerát. Szonda. Az meg szondás vizsgálat. Hát, hát ilyen béltükrözés meg. Hát igen, jó. Na és erre van egy olyan módszer, hogy egy kis kapszula lenyeled, ez végigjár, azt dokiválcsi elkapja, megtörölgeni, és leolvassa. Mikro USB-n benyomja a laptopjába. És leolvassa, hogy mit látott a gép. És leolvassa. Tehát az orvostudományban valóban a technika fejlődése óriási eredmény, mert régen ugye meg akarták nézni. Most ilyet adsz a csajnak. Meg akarták nézni, mi van a gyomrodban. Lában. És megnézed, hogy ha esetleg bekerülsz valahol, hova jutsz. Nagy zsuga. Kipisilés, akkor már tudod, és hogyha esetleg te kerülsz sorra, akkor mi vár rád. Na de nem, de az orvostudomány fejlődése mindenképpen óriási dolog, mert régen ugye meg akarták nézni, mi van a gyomrában, mit tudtak csinálni, fölvágták, megnézték. De azért ez általában nem így ment. Hát de most más módszer nem nagyon volt. Gyomron is rúghatták, és ha csattant, akkor vas volt benne. De hát ma már ugye ultrahangozzák, meg kapszulákat nyeletnek vele, meg átvilágítják, meg rögönyözik. De mondjuk ez régen sem volt mindig ilyen bonyolult, mert ha mondjuk a bádogember bement egy ilyen szűrővizsgálatra, akkor csak lecsavarozták és megnézték. Igen, a bádogember még talán az a szituáció volt, ami elviselhető volt. De ez nagyon régi. Nagyon. Nincsen lépés hátrányban az, aki nem használja modern technikát, most ugye a kémkedéstől eltávolodva egy picit. Tehát, hogy mondjuk, hogy lehet, hogy neki nincsen olyan mobiltelefonja, amivel fel tudja venni a ritmust, tehát amivel úgy tudja tartani a kapcsolat a többiekkel, mint ahogy a többiek egymással, és akkor egyfajta ilyen kívülálló lesz az ősember. Azt mondod, hogyha valaki nem tud SMS-t sem olvasni, hát nem pont az SMS-t, mert nem nyerhet választást Facebookon. Hanem arra gondoltam, hogy például olyan telefonok, amin van Facebook, az összes ismerős a Facebookon tartja a kapcsolatot, most ez is, most tekintsünk el attól, hogy ez milyen dolog, és ő pedig nem. Hát abból a szempontból mindenképpen lépés hátrány, egyrészt, hogy időt veszít, mert ugye neki egy stabil gépe van esetleg otthon. És aki otthon. Időt veszít, életet veszít. Úgy, mert aki időt nyer, életet nyer, hát fordítva is igaz. Az, hogy társai esetleges megvetésének van kitéve, hogy nincs okos telefonja, és ezáltal nem tud a 4-es-6-os villamosról Facebookon kommenteket föltenni. Na neked hány magos a telefonod? Szóval én nálam speciális nem szempont, és azt hiszem, hogy bizonyos értelmiségének minősíthető körökben szintén nem, de van olyan valószínűleg olyan emelkedett kultúrájú embercsoport, embertársaink, akiknél ez az értékmérő, és hát ha valaki ebbe a társaságba ohaj tartozni, akkor kénytelen. Aki elutasítja a technikát, az tulajdonképpen fél. Én szeretem a technikát, meg a technológiát, ettől függetlenül most ezt így bevallom őszintén, hogy én nem akartam ilyen okos telefont egyáltalán, de bedöglött a másik telefonom, és kellett vennem egyet, és képzeljétek el, ez az érintőképernyős telefon, ez olcsóbb volt, mint a régi hagyományos nyomógombos, és ezért így rászántam magam, hogy hát jó, akkor már mégiscsak tudjátok, hogy én mennyire spúr vagyok. Hát és hát akkor az olcsóbbat megvettem, és megszerettem. Én is, az enyémet. És azóta már így kedvelem, hogy okos a telefonom. Én is az enyémet. Egy barátnőtől kaptam, aki a nagy körmei miatt nem tudta nyomkodni, úgyhogy átvettem tőle. Miért nem csaptad le a körmeit? Nem akartam. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. Itt vagyunk veletek ismételten, a Hotel Végtelent hallgatjátok a Rádió Kóna 99,5-ös MHz-en. SMS számunkat mondom én is, 70-es 70 60 99 5. Honlapunk a hotelvégtelen.hu. A modern technika a mai témánk, és Öreg Bicsanc üzenete az, hogy sziasztok, azt a kapszulát Endordi szondának hívják. Endordi szonda. Hát igen, aki az internet Endrődi, előtt ül, Endrődi az... Endordi szonda. Az előtt... Endrődi. Mert azt olvastad, Endordi szonda. Igen, aztán jött egy olyan, régen a gyerekek játszottak, fociztak, sportoltak, most meg reggeltől, és akkor itt ér véget. Estig.
estig a gép előtt rohadnak, időrabló technika, rocker Miki üzenete volt ez. Hát ez szerintem egy árnyoldala, bár most hülyének fogok. Én meg nem értek vele egyet, hogy ez így van. Hogy tényleg ott ül a szerencsétlen kölyök a gép előtt, és ahelyett, hogy kimenne a hármas határ egyre kicsit kirándulni, beírja, hogy www.harmashatarhagy.hu, és megnézi, hogy hogy néz ki, sőt, körbe is tud járni 3D-ben. Meghallgatja a csicsergést. Pontosan, a hangot is be tudja kapcsolni. Kírja a gép, hogy milyen madarak csicseregnek, ami az életben nincs így. Tehát ott a fára nincs felírva, hogy éppen lehet mondani, hogy lehet mondani, hogy például ez egy milyen praktikus dolog, mert nem kell kimozdulni. Én meg azt mondom, hogy micsoda hülyeség ez, hogy ki se kell mozdulni. De az a helyzet, hogy ez nem így van. Tehát ti ezt gondoljátok. De Gábor, te is használod a technikát, de ettől még te jársz kirándulni. Miért nem tudod elképzelni, hogy egy gyerek is így van? Nem ezzel? Elképzelem. Tudom, hogy nincs így van. Na, én meg tudom, hogy így van, hiszen én már az a generáció vagyok, akinek gyermekkora óta volt számítógépe. Na. És én nagyon 8 éves korom óta volt számítógépem. Igen. Nem probléma. Tehát én gyakorlatilag azzal nőttem fel, és ettől függetlenül én mégis jártam a természetbe, meg mégis jártam focizni. Nem maradtam ki semmiből. Ha nem megosztottam az életem, amíg te a haverjaiddal csak a pingpongasztalon ültél, és nyomtad a piát 12 évesen, meg a cigit, addig én lehet, hogy számítógépeztem, tehát ez az árnyoldala az életnek kimaradt, valóban. Viszont amikor te kirándulni voltál, akkor én is kirándulni voltam. Csak te otthon. Nem. Hát kirándultam a másik szobába. Na és... Hát igen. Nem mondom, hogy rossz. Én nem tenném meg, még akkor sem, hogyha bár lehet, hogyha gyerekkoromban lett volna a lehetőség, én is becsicskultam volna, vagy bekockolok, de sajnos nem volt. Na, nyilván, tehát, hogyha valaki ebbe születik bele, akkor készségszinten alkalmazza ezt, és az élete részévé válik. Ehhez képest bejövünk a rádióban, mi Vióval a folyosón dumálunk, a Gábor megbendül a gép előtt, és ezt folyamatosan a Gábor ne kockulj, tehát folyamatosan ez tényleg így van egyébként. Kénytelen vagyok visszautasítani. Ez pedig komolyan így van. Legközelebb felveszünk. Nézzél már magadba. A kamerás mobilunkon. Tehát mi így nőttünk fel, nekünk nincs erre igényünk, hogy állandóan nyomjuk, mi már unjuk. Meg még nincs mit elmesélni, képzeljétek el, most gondolj bele. Annak jó, hogy azért nem jössz ki beszélgetni a barátaiddal. Ugye egy példa jutott eszembe, hogy annak idején felszedtél egy nőt, mondjuk. Igen. És akkor össze-vissza fogdostad, mindenféle buncú dolgokat csinálta vele, és akkor hazamentél, és a barátainak elmesélted a kocsmában. Most meg töltött fel a Facebookra. Most meg annyi történik, hogy meglátod a nőt, már varrás közben le tudod kamerázni, vagy le tudod fényképezni, és ugyanazzal a pár kéznyomá észre se veszi, és három újjal fölküldöd a Facebookra magát a filmet, sőt, esetleg online lehet közvetíteni, hogy éppen zakatoltok a Margit szigeten. Igen. Hát egyrészt nincs mit elmesélni, mert ugye szemmel tudják követni, hogy éppen... Hát de ezzel elmesélted. Hát tehát ez most az... nem mindegy, hogy személyesen meséled el, vagy képekben. Ez az, és megvan benne a rizikó. Hogy milyen itt a terészedről, hogy esetleg a hölgy veszi fel ugyanezt kamerával, és fölküldi rólad. És egy smiley-t rak oda, amikor letolod a nadrágod, egy nagy smiley-t. Nagy smiley-t, vagy kitakarja. Kiakarja. Egy centis vonal, aki tudja takarni az egészet. Egyrészt blama. Másrészt meg azért a technika fejlődése hoz magával olyan dolgokat, hogy az emberi, hogy a magánéletnek bizonyos részei abszolút nem minősülnek magánéletnek. Ugye már regisztrálsz, tulajdonképpen nem lehet mondani, hogy tönkre megy az emberi élet, nem, hanem megváltozik. Teljesen megváltozik, más és lesz. Ez a változás nekem nem szimpi. Hát igen, mert van egy bizonyos kor, amikor az ember már nem tolerálja a változásokat. Ismerek olyan 17 éves embert, akinek szintén nem szimpi ez a dolog. Bizony. Hát legalábbis azt mondja. Hát azt mondja. Hát mondtam, hogy agyon verem a más mondat. Vannak koravének is, és neki nem szimpi. Neked szimpi ez? Abszolút. Bravo. Tehát én azt mondom, hogy ez teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy kapcsolatban legyünk. Talán Hobbit lány írta ezt, hogy ez csak egy közeg. Ugye ő is már egy fiatalabb generáció. Hát nálad aztán jóval fiatalabb generáció, Gábor. És tényleg, ez csak egy közeg. Jó. Maradjunk akkor ennél. Jó, mondjuk nem feltétlenül kell kihegyezni a dolgokat a közösségi portálokra, mint modern technika, hanem más aspektusa is lehet ennek. Várjál, megnézem a papíromon, mert ezt felírtam valamit. Például a közösségi portálok, nézd meg, hogy a műsor szempontjából például mennyire jó. Tehát milyen egyszerű volt bármikor megszervezni egy találkozót. Tehát azelőtt bemondtuk a rádióba, vagy megjegyezte, vagy nem, vagy felírta, vagy nem. Így pedig fölírjuk a honlapra, mindenki tudja, vagy megnézi, akar... vagy nem. De nem, hogyha el akar jönni a találkozóra, akkor jaj, mikor is lesz? Fölmegyek a honlapra. Fölmegy a honlapra, és ott van. Hát szóval...
Tehát, hogy egy csomó minden, és ezért, Gábor, nem hárman, hanem öten jönnek el egy találkozóra. Ez persze nem így van. Már is 60%-os növekedés. Így van, végül, és ez megvan a cetlim. És tényleg kereszt a cetliét. Ja, ezen túl vagyunk. Mekkora betűkkel romlik a szemem? Nem, hanem filztollal írtam vastag kézzel, mint tehát a hangya betűken. Azt mondja, jó. DVD nem volt még. Jajó. A Viora kedvenc példája, hogy fölviszed a nőt, és akkor DVD-t néztek. Például. Igen. Na most ezt én sose értettem, hogy hát én annak idején fölhurcoltam magam az egy nőt, hát miért néztünk volna a DVD-t? Hát mit nézetek? Hát egymást. Mondjuk itt a modern technika, meg a DVD, szóval... Hát mert régen nem volt ugye DVD. De hát az előtt fölvitted, és a bélyeg albumot mutattad meg, ugye klasszikusan. De hát a Vio is ezt csak úgy mondja, tehát mi, amit ti bélyeg albumnak neveztetek, azt mi DVD-nek nevezünk. Igen, hát én bélyeg albumot sem mutogattam senkinek. Egyértelmű, hogy ha valakit felhívok magamhoz, az teljesen egyértelmű, hogy miért. Ha akart, jött, ha akart, nem. Szóval a DVD az azt jelenti, hogy durvánval dúlunk. Ez a DVD. Dúlunk, ez biztos. Igen. Hát nézd, persze vannak ilyen dolgok, hogy... Sorry. Semmi baj. Uram, atyám. Vannak ilyen dolgok, hogy az ember ugye ne roncson ajtóstól a házban, mindenféle apró malőrökkel jelzi, hogy tulajdonképpen nem azért hívta azt a nőt, persze mindenki tudja, hogy azért hívta, hanem úgy megpróbál jó fiúnak tűnni, ahogy azt annak idején gondolom elővették a bélyegalbumot és körbepörgették, és egyiküket se érdekelte, csak hogy mégis a kötelező legyen. Képzeld el, volt egyszer egy ilyen, hát nem is tudom, hány éves lehettem, talán 14-15, és lakott a házban egy lány, aki gitározott, és hát ugye én is zenélgettem. Igazából azt én még nem nevezném zenének, de mondjuk volt már akkor a kezemben gitár, és a lány megkért, hogy menjek le, és hangoljam be a gitárját, és egyedül volt otthon. Én lementem hozzá. Mennyi volt? Hát velem egy idős. Aha. És én böcsületnel behangoltam a gitárját, összecsaptam a bokám, és elmentem. Bravo! Akkor a barom állat volt, nem igaz. És utána vertem a fejem a falba, hogy... Nem csak a fejedet vertette a falba. Lehet, hogy azért hívott le, hogy hát, ha esetleg megpuszilhatnám. Tehát... Esetleg. Vagy valami. És képzeld el, én ezt kihagytam, és nagyon-nagyon sajnáltam. Na most gondolj bele a mai technikai állat. Eszközökkel. Na? Rád szólna valamelyik. Most neten vagy neten, neki. Hogy pendíts meg, jó, föl, gitár, föl, le. Közben bekapcsolod egy gitárhangoló programot, amiből körülbelül 500 van a neten, nekem is van otthon még basszusgitára is, és egyszerűen csak összehasonlítanád a vívő frekvencia érkezését, és azt mondod, jó, most egy kicsit tekert feljebb, ott a szemeddel tudnád követni a grafikon. Milyen már? Így most jól mondjuk elbarmoltad a dolgot, mert lement, és ahelyett, hogy lelökted volna a kerevetre, és meghágod. De szerinted ott lehetett volna valami? Hát ezzel sose fogunk rájönni. Ha hallgatja a műsort, esetleg telefonálja meg, és mesélj el, hogy... Hát sajnálom, nálam már zárva az a kapu. Nézd, Kálmán, ha hát én mentem... Hát még azért mi kíváncsiak vagyunk. Én mentem volna el a te helyedbe, akkor már nagy gyerekünk lenne. De hát ez... Nektek nem lehet soha. Nem, lehet. A technika haladásával. Akár feketén örökbe is fogadhatnánk a Gáborral. Ha hol mondta, hogy Kálmán elmegy valami magánklinikára, olyan méhet kap, hogy zümmög. De tényleg van olyan? Persze. Láttam egyszer egy filmet erről, sőt, kettőt is. Van egy magyar film ilyen, meg egy amerikai. Úgy nővét tennének, hogy a Viorával téged hajkuráznánk adás előtt. Rockermik üzenete: a videótékában volt gép reggel nyitástól zárásig 7-től 22 óra, nyár volt. Rockermik ilyen. Köszönöm. Micsoda? Hát még egyszer olvasom. Na, a videótékában volt gép reggel nyitástól zárásig 7-től 22 óráig, nyár volt. Na tehát, hogy ő ott gépezett, tehát amíg én ezen lőttem föl, ő a videótékában járt számítógépezni. Ja, számítógépre van szó? Hát igen, nem. Tényleg. Ugye? Én játékgépre gondoltam. Én a videótékára rablót rángatta megőrülve. Lehet, hogy azt. Ha nem tudom, miért lenne egy videótékában számítógép? Mert akkor még volt, hát ma már videótéka sincs. Hát ma hogy nem? Tényleg a mai fiatalok tudják, tényleg, hogy ez a videó. Tényleg vannak még videótékák? Hát nem tudom, ilyen DVD-tékákon. Vannak még? Hogy ne lennének. A közelünkben volt egy és bezárt. Hát tehát, én, annyira. Tudok. És miből élnek? Gondolom abban, hogy bérbe adják ezeket a DVD-ket. De most komolyan, úgy körülbelül mennyire adják bérbe? Nem így tudom én. De tippelj. Napi 3-400 forint. Napi 3-400 forint. Satszom, viszont rengeteg film ugyanennyibe kerültem. Igen, bemész egy áruházba, és ott van, hogy 300 forint ja, hát megkapod. 300 forint amúgy megkapod meg a piedon a zsarút. Meg. Most tök mindegy, mert ez tök jó. Amúgy meg 900-ért megkapod. Hát pláne.
Hát igen, de most gondolj bele, hogy az a film, az megmarad nálad, és megnézheted a mellányzat. Hát így is. Simán átírod, azt kész. Hát most ne hülyeskedj. Nincs létjogosultságom már egy tékának. Én nem is tudom, én nem is láttam DVD-tékát, hogyha egyáltalán így nevezik. Egyébként ott van Kálmán, hát, tőletek is nem messze. Akinek van tékája, az hívjon már föl. Én egyébként arra szolgál, hogy mivel az embernek ugye vannak otthon DVD-k, vannak már online tékák, tehát, és az eleve olcsóbb is, meg praktikusabb. Előfordul, hogy eszedbe jut egy olyan filmet szeretné megnézni, mert a tékában ott van 5000 film, neked meg otthon van 20 vagy 200, teljesen de mindegy. De vannak ilyen online tékák, és kifizetsz 200 forintot, és ugyanúgy megnézed, vagy 100-at. Az le kell tölteni, és regisztrálni, és online-on, és fizetgetni. Hát és sokkal hamarabb megvan. Nem egyszerűbb, ha lesétálsz a fene azt a lusta lábadat, és de nem, mert lehet, hogy nincs a közelembe. Tehát mondjuk mit tudom én, Barcsról elsétálni. Na, ezért mondom, testre, hogy a technika fejlődése nagyrészt az ember lustaságát tudja applikálni, és az vezeti. Minden de, fejlődést az emberi lustaság ez vezet. Ez azzal is együtt jár, hogy több időd lesz különböző dolgokra. De mire kell annyi idő? Mire kell annyi idő? Hát könyörgöm, hát ne hülyeskedj. Hát úgyse csináltok semmit. Hát Facebookon, mire kéne? Szuk el az időnket, a Facebookon van egy ilyen oldal is. Azt hiszem, én tagja vagyok, de ebben nem vagyok biztos. Az az igazság, hogy én így nagyon megörültem, nem is tudom, 3 hónapja Facebookolok, lehet, hogy most már 4. Biztos. Így nagyon megörültem neki az elején, aztán most már jó, hogyha hetente egyszer fölmegyek. De törölni már nem lehet. Valahogy tényleg nem lehet törölni. A profilodnál beleégett a szerverbe. Nem mondod. Bizony. Kész. Na mindegy. Ennyi. Akkor jelöljetek. Ja, engem is. Jelöljetek, hogy legyen értelme, mert lehet, hogy azért nem megyek fel, mert nem kapok jelöléseket. Na, srácok, lányok, utolsó lehetőség, hogy a mai adáshoz hozzászóljatok, SMS-ben mondom a számot, 70-es 70-60 995. Felhívhatnánk Geron azon Máriát jelzem. Hotel Végtelen. Végállomás következik. Így van, úgyhogy az utolsó blokkunkat kezdjük meg, szokásos keddesti élő műsorban. Ismétlés, mikor van, Gábor? Szombat este 10-kor. Meddig? Éjfélig. Ezt nem mondtuk be adás elején. Azt nem tudom, de szombat este 10-től éjfélig fog tartani, ez biztos. Üzenetek következnek, a mai műsorunk témája. Most már mondhatom, hogy az volt, hogy modern technika. Szabesz üzenete. Nekem az egyik haverom napi 20 percet csak azért hív fel, hogy elmondja, hány szintet fejlődött, és milyen kalandjai vannak. Már egy valamilyen netes játékba gondolom. Hát gondolom, nyilván viccelt, Szabesz. Itt van ez a közösségi oldal, nem hiszem, hogy viccel, ne? Szerintem viccel. Szerintem nem viccel, nagyon is komolyan. Kapok ilyen felkéréseket, hogy vegyek részt egy valamiféle játékban, nem mondom ki a nevét, bár nem tudom, ki lehet-e mondani, nem akarok kockáztatni. Ez valamilyen kecskéket kell egymásnak átpasszolni, meg nyulakat, meg lovakat, meg disznókat, meg egymás földjét kapálgatni. És zsinórba kapom a felkéréseket, és látom, hogy emberek elvadult, ilyen eltorzult arccal játsszák ezt a nem tudom micsodát. Ezt honnan látod, ha nem találkozol? Mert ismerek olyat, aki játszik, játszik ő is csak. És gondolkozom, hogy ez tölti ki valakinek az idejét, hogy ezzel a marhasággal foglalkozik. Hát azért, mert unatkozik a munkahelyén. Válság van, nincs meló, ott ülnek be. De egyébként nem mindegy neked, hogy mivel játszik, hogy mondjuk ezzel játszik, vagy mondjuk egy évtizeddel ezelőtt számítógépes játékot, vagy azzal még játszik, egy évtizeddel ezelőtt, mit tudom én, C64-en, szóval amikor játék az játék. Ezek a számítógépes játékok, én tulajdonképpen egyikén se röhögtem, nem is nagyon játszottam, amikor kipróbáltam mindet egyszer-kétszer, aztán kész. Tehát gyorsan nem fogott meg, mert hál' Isten nekem voltak és vannak is barátaim, akikkel szabad időben... Szoktatok társasozni? Nem társasozni, mondjuk beszélgetni. Kártyázni? Veritek a blattot? Ritkán kártyázom. Tényleg te tudsz kártyázni? Nagyon is jól. Annyira nem tudom elképzelni, hogy a Gábor kártyázik. Mert internetes kártyázik. Kontra, rekontra! Nem ilyen, nem ultizni, meg ilyesmi. Nem ilyen komolyabb játékot nem tettük. Fájerozol? Akár meg körülfosós, meg hát ezeket a hagyományos játékokat. Például tudok kopkázni. Mi? Lopni? Kopka. Ezt a katonaságot azt tudok, azt nagyon jól tudok. De miért, jól tudsz hazudni? Nem, olyan a pofám, mint a márványból faragták volna ki, meg se rezdül. Szerintem ez nem így van. Szerinted nem? Én... Hát néha vesztek, valóban, de ez kétségtelen. Én azt gondolom, hogy neked az arcodra van írva minden gondolat, és minden érzelem főleg. Azt mondod? Bizony. Hát, ne legyen igaz. Az életed egy nyitott könyv számunkra. Szétcsapott biblia. Na, mehet tovább. Szeva nektek, mióta vannak ezek a kütyük, az emberek megtanultak hazudni a cseten is, meg a telón is. Régen ilyen király a műsor. Régen ilyen király. Hát ez egy nagyon zanzás SMS volt. Én nem értem, hogy
Én értem. Tehát ahogy idáig is, és akkor sajnos az utolsó percekben vissza kell térnünk egy picit erre a chat dologra. Valóban, hogy ez megismerkedsz egy chatten, vagy egy ilyen társkereső, vagy bármilyen ilyen közösségi szájton egy ellenneművel, vagy hasonneművel ízlés dolga, és elmondtok egymásról mindent, esetleg hónapokig, vagy hetekig, hogy mi, tehát mire találkoztok már, gyakorlatilag úgy tudtok oda menni, mint két ember, aki még ha nem is látta egymást személyesen, de ismeri. Végül is a legmélyebb gondolataitokat is meg tudjátok osztani egymással. Ez kétségtelen, hogy látszólagos előnye ennek a dolognak. A hátránya viszont az, hogy azért a legtöbb ember még mindig csak élőlénynek minősül. Tehát ha te az utcán találkozol valakivel, és beültök kávézni, vagy sörözni, valószínű, hogy sokkal kevesebbet fog tudni hazudni neked, mert ott vagy. Látod az arcát, látod, hogy elpirul, hogy elkezd nyálazni, vagy könyvbe borul a szeme, vagy mit tudom, dörzsögeti a kezeit, mindenféle jelei vannak. Mondjuk így metakommunikatív jelei annak, hogy ő hazudik, nem mond igazat. Tehát már az első randin ki tudsz szúrni, hogy ez a nő nem mond igazat, ez a pasi hát ez hazudik. Az első randi az mindig személyes találkozás. Akkor második, harmadik. Minden, semmiképp nem megy el vele, az az általatok nagyon sokra tartott idő, hogy mennyi időt meg lehet spórolni azzal. Hát persze, ha valaki hónapokig hazudik egy másiknak az interneten, az összetalálkoznak és rájönnek, hogy két teljesen különböző ember. De hát számtalan olyanról hallottunk már, hogy interneten valakik megismerkedtek és össze is házasodtak. Persze, és boldog házasságban éltek. Ennek mindenképp megvan az előnye. Elárulom, mielőtt volt internet, azelőtt pár ezer évig is az emberek megismerkedtek, és összeházasodtak. Van bizonyítékod? Hát nincs bizonyítékom, de szerintem volt ilyen. Bocsi. Ezt vegyük jegyzőkönyvbe. Így igaz. Rocker Mik azt írta, hogy most bújtatva DVD-t adnak kölcsön kipróbálás címen, mert hivatalosan nem lehet bérbe adni, csak árulni. Hát Miki, ehhez mondjuk annyira nem értek, de hát szerintem legálisan működnek ezek a DVD kölcsönzők, csak gondolom ők más. Nem lehet már kölcsönözni DVD-t? Én nem tudom. De lehet. Régen csak videókazettát lehetett. Ez máshogy van, tehát amit te a boltban megveszel DVD-t, az csak saját használatra van. Tehát az a 900 forintos DVD, az csak te használhatod. Ha te kölcsönzőt nyitsz, akkor neked valami 5000-ért veheted meg. Ja, értem. Tehát, a kölcsönzős DVD-t. Igen. Szóval ezt azt mondtam, hogy nem vicceltem online játék. Oké, ezt nem is mondtam kétségbe, én csak azt mondtam, hogy nehogy már naponta fölhív minden nap, és 20 percet meséli, hogy hány szintet fejlődött, akár és milyen kalandjai vannak. Hát, mondjuk attól is függ, hogy hány éves. Egyik nap tettem egy kísérletet, hát, nagyon szép idő volt, és 45-50 éves embernek nyilván nem ez az egy témája. Az oktogontól végig ballaktam a nyugati. Valójában nem úgy mondjuk, hogy oktogon, de folytat. Lekti gentle a nyugatiig, nyugatiig. És néztem a szembejövő embereket. Kitartóan, vagy csak úgy? Mondjuk egy számot kitartóan. Ha nincs időd, nem nézel a szembejövő embereket. Ha szembejött mondjuk 1000 ember, igen, abból a 600 nem telefonált, akkor egy se. És akkor mi van? Tehát nem értettem. Mire tudnak az emberek délőttönként a fülükön telefonnal, gyakorlatilag egymásnak mentek, meg a kirakatnak, meg mi? Mindenkinek? Akkor ezelőtt 50 évvel az emberek gyakorlatilag szenvedtek, és információk fröcsögtek belőle. Kihasználod az időt. Tehát mondjuk, hogyha ha dolgozol, és van egy beszélgetés, amit le kéne folytatnod, de mondjuk, amíg az irodában vagy, nincsen időd, mert dolgozol, közben elmész ebédelni, akkor amíg mész ebédelni, mondjuk felhívod, és elintézel egy megbeszélést. Mm. Na? Tehát régen nem lehetett semmit elintézni. Nem, sokkal több dolog hárul az emberekre. Jó, ti tudjátok. Tehát a munkanélküliség nő, egyre kevesebb ember dolgozik, és az, akik dolgoznak, annak sokkal több munkája van. Aha. És ezért minden pillanatot csak nem dolgozik, az miből fizeti a mobiltelefonját? Hát az semmiből. Ja, akkor csak úgy mondja bele, és nem is megy mi. Mert nincs is kimenője, csak úgy mondja. De most ez hogy jön? Hát csak azt mondom, hogy számomra furcsa, hogy bizonyos dolgokat éjjel-nappal kell csinálni. Itt most nem a szexre gondolok, mert ez teljesen megérthető, hanem a telefonálásra például. Ne nagy szóljál, Gábor, tudjuk. Jó, igaz, nem érthető meg. 3 perces. Szóval ez azt jelenti, hogy 14 éves napi 15 perc minimum. Na, akkor mondtam, hogy nem 20 az. 20 az? Na jó, 15, igazad volt. Rajta kaptuk. Na, srácok, lányok, lassan konkludálunk, és berekeztjük a mai műsort. Élőben legközelebb jövő héten kedden leszünk itt veletek, 99,5-ös megahertzen, reméljük. Ismétlés szombaton van 10-től éjfélig, hotelvégtelen.hu a honlapunk, tessék látogatni, rengeteg teljes letölthető adás, amennyiben regisztráltak, akkor ez simán leszedhető ingyen és bérmentve. Azon kívül pedig a Facebookon is rajta vagyunk, szintén Hotelvégtelen néven. Egy gyors konklúziót kérnék, Gábor. No. Hát akkor maradjunk első körben Geronazzo Máriánál. Én nem tudom, hogy neki milyen volt az arca, mielőtt csúzi szájat csináltak neki, meg azt az adszerkezetet, de elképzelhető, hogy a
hogy sokkal kedvesebb arca volt még mielőtt ezt megcsinálták. Nem lehet, hogy ő azt hallotta, hogy azok az emberek, akiknek vékonyak az ajkai, azok a gonosz emberek. De a vékony és a traktorgomik ezt vannak átmenetek. De tehát... ő azt gondolta, hogy ő meg akarja mutatni, hogy ő mennyire jó ember. Igen. És ezért, most... ahogy mondtad, egy ilyen traktorgumit, szóval traktor belsőt. Szóval ezelőtt mondjuk 30 év, nem tudom, a plasztikai sebészet fejlődését így végigkövetni, mert nem volt hozzájuk szerencsém. Ezelőtt, ha az ember úgy döntött, hogy vékony a szája, és szerette volna megvastagítani, akkor nem tudta megvastagítani. Ergo, igénybe vett másféle eszközöket, hogy megmutassa magáról, hogy dacára annak, hogy vékony a szája, ő nem olyan rossz ember. Ma nem foglalkozik az, hogy elmesél, hogy tulajdonképpen jó ember vagyok. Nagymamámnak volt egy mondása. Keskes szája vagyok, gonosz. Neztek olyan csúszdi szája csinálok, hogy ez dutra belső. És akkor a technika fejlődése lehetővé teszi, hogy mindenféle duma nélkül, mindenféle külsődleges jegyekkel megoldja, hogy ő ugyan nem gonosz, mert dehogy végül neki a szája, hát na, trambulinnak. Figyelj, nagyon jó volt, amit mondtál, ugye régen ezt úgy oldották meg, a rúzs az ezért van, tehát hogy a rúzs ez kiemeli az ajkokat. A nagymamának volt egy remek mondása, mindig azt mondta, hogy amit nem adott meg a természet, azt megadja a művészet. Tehát, hogy tényleg van meg művészet, hogy kinéz. És ez is arra utal, hogy hát ennek mit évszázados, évezredes hagyományai vannak, hogy az ember szeretné a külsejét mesterségesen megváltoztatni. De ehhez valami tudás kellett, ma már csak ehhez technika valami... kell és pénz. Nem feltétlenül, mert nézd meg, hogy te szétvaradtad a karod, mert úgy gondoltad, hogy úgy, ahogy volt a bőröd, úgy simán, úgy egyszerűen, úgy neked nem, na nem látod, tetszett, meguntam, neked nem igazán. Tetszett az a bőr, ami van, és ezért kékkel összefirkáltattad. Feketével. Na és, feketével. Az kék. Az fekete. Az nem fekete. Hát kékes, srácok, lányok, búcsúzunk, köszönjük szépen a rengeteg SMS-t, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Békés jó éjszakát nektek. Jövő héten. Szasztok. Szervusz, Kiskálmán. Kiskálmán.